uraim! Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Na. Mi a mama, mi a mama, mi a mama, mó? 6 óra 12 perccel, hello, jó hello. Reggel. Jó reggel, sziasztok. Végre péntek. Ha-ha, a hét legboldog a napja. Nem mondom, hogy nem vártam, mert ez a hetem, ez nagyon sűrű, úgyhogy kicsit boldog vagyok. Hogy van a kis szemed? Jobban, tegnap valahogy. Tegnap panaszkodtál. Elmúlt. Kifordították-e, kiszedték a befelé növő szempillát? Azért van durva, mert tényleg ez egy ilyen ritka szemműtét, a multioptipupiloptómia, az a neve. Ezt az, hogy a szemgolyó ne sérüljön, ezt végbélen keresztül csinálják, és így azért egy picit megizzadtam. De hamar meg volt. Része még jó, de azt. És tűzzel fertőtlenítik a sebet. Így van, egy pici. Azt is végbélen keresztül. Egy pici endoszkopot juttattak föl, úgyhogy nem volt baj. Igazából. De legalább el tudták távolítani ezt az úszeget, ami zavart a pislogásban. Még gyerekkoromban. Igen, mert azt elfelejtettem mondani, Balázs, hogy ez tegnap este fele történt ez a dolog, hogyha egy csípést érzett a szemén, utána pedig gyereknevetést a sövény mögül. És hát akkor valószínűleg a srácok játszottak. Igen, és hát az a jó, hogyha ilyenkor ugye egy ilyen endoszkopot fölraknak VB-len keresztül, és eljutnak a szemedig, addig egy csomó mindent találtak két matchboxot, egy körömkefét, meg egy fogkefét. Úgyhogy ha már azok mellett is elmentek, azokat is kiszedték. A matchboxsal picit meggyűlt a bajuk. De hát, na, annyi baj legyen. Hát hogy ne gyűlt volna meg a bajuk, hiszen ez egy Scania kamionnak a modellje. És keresztben vették. Igen. Nagy játék volt. Nagy játék volt, belemerültünk a játékba, nem vettem észre. Gyerek nap volt, hát most ilyen, hadd örüljön már az a gyerek. Az ne vessen ki, akiben még nem maradt soha kamionért. Hát most az kövezze meg először. Hát nem, aki még sohasem próbált. Ja. Na mindegy, úgyhogy jó, nem, most nem fáj, úgyhogy most így jobban van. De látsz vele? Egyre kevésbé. De hát lassan ilyen leukoplaszos gyerek lesz. Lassan elkezdett keresgélni az amulettedet, ami egyébként egy gyűrűnek tűnik, és két biháncoló kis gyerek szerezte meg valamikor. Igen. Akik egy patakpartján mesztelenül fürödtek. Igen, kicsit jumbo-dzsákos leszek. De nincs vele baj, szóval most mondom így egészen jó. Volt tegnap magyar-román, vagy nem volt? Nem, az ma lesz. Ma lesz. Ha tegnap is volt, akkor arról lemaradtunk. Ma lesz. Már a visszavágó. Körülbelül ennyire érdekel magyar futball, hogy ennyire követem, tehát hogy semennyire. Utálom a magyar focit. Na. És igaz. Nem mozodok. Erre ezt szokták mondani. Most miért szenvedünk? Tehát mi a szenvedésünk lényege? Bejutunk most, ha megverjük a románokat, akkor bejutunk valahova. Nem, akkor még marad esélyünk, hogy, tehát hogy ott legyünk a miért lépünk pályára, hogy hova nem jutunk be megint, inkább így kérdezem. Becsületbeli ügy ez. Becsületbeli ügy. Igen. Itt van valahol Tom Cruise és Demi úr. Igen. És Jack Nicholson. Igen. De már megint. És Jessup ezredes. Mentek a nyilatkozatok már tegnap előre, hogy mentálisan nem sikerült úgy összeállni, meg ilyeneket hallgattam. Már előre magyarázkodott valaki. A gyerekek, nekik megyünk, szétszedjük, berúgjuk, megnyerjük, nem? A női válogatott egyébként megverte őket. De hogy nem így mész neki egy meccsnek? Tehát ha te élsportoló vagy, úgy mész el egy futball, ami mindegy, tök mindegy, egy teniszezel, úgy mész oda, hogy hát nem vagyok, hát majd meglátjuk. De mi ezt kimondta? Válogatott edző vagy? Tudom én valaki. Tibi bá vagy? Zoli bá vagy? Sanyi bá mondta, húzottunk ki jobbra, mindannyian kihúzottunk jobbra, azt balról bekaptuk a gólt, ugye? Hát ez nem szemtége. Mi arra készültünk, hogy jobbról jön a labda, aztán balról jött. Múltkor is jobbról jött, azt most nem. Én most egyébként elég csalódott vagyok, mert egy hosszú ideje tervezgetett közös mozizás beáldozódott emiatt, mert van egy nagyon kedves barátom, az egyik legjobb barátom, akiben még mindig él a remény minden ilyen alkalom. Ő mindig odaül, és akkor a hátára teríti a nemzeti színű lobogót, és akkor így még szurkol. De hogy ezt már eljátszott a 30-szor. Tehát, hogy ő még mindig bízik, ő még mindig hisz, na, ő az igazi labdarúgó van neki, ezt a meccset meg kell néznie. És akkor másik, ott vagyunk ketten, akik már nem annyira hiszünk ebben a dologban, meg nem annyira érdekel, inkább megnéztünk volna még két horrorfilmet, meg betoltunk volna egy vödörnacsoszt. De most nem tudjuk ezt megtenni. És akkor ilyenkor neked is meccset kell nézni? Tehát hát kéne, de nem fogok. De mert tehát, az hogy... nem opció, hogy ti ketten horroroztok nacsosszal nálatok, a srác a harmadik, meg... Tehát amikor leülsz, na mindegy, szóval mi már nem hiszünk annyira ebben a dologban, és ezért nem akarjuk ezt így végülni vele együtt, mert nem akarom azt érezni, hogy megint volt egy olyan este, ami ment a kukába.
és látod rajta, hogy így leereszt meccs közben, tehát az az érzület, amikor fölteríti a labogót az elején. Figyelj, számtalanszor megtörtént már, hogy leülte, végigizgul, hát próbált meg izgulni, meg izgult azért, hogy legalább a végén be legyen gyötörve valami, legalább jussuk bárki végre egyszer újra. De nem. Érted, de hogy nem. És most miért, tényleg mi van most, ha nyerünk, akkor még van esélyünk kijutni, tehát ez egy pótselejtező, ugye? Aha. És ha most megverik, akkor kim vagyunk? Nem, ugye? Nem pont selejtező, ez még sima selejtező. Sima selejtező? Igen, igen, igen. Tehát, hogy akkor még megvan az esélyünk. De hát, a vonat tegnap elindult, a szurkolókat szállít a vonat, reméljük, hogy meg is érkezik majd belőle valami. Vissza. A mozdony egyébként valami hihetetlenül jól nézett ki. Hát, hát nem, hát ugye ez az a mozdony volt, amit ugye a az aranycsapatnak a 6-3-ra vitte ki a fiában. Nem, az aranycsapat emlékére készítettek, aha, festettek, gyönyörű szép. Tehát, hogy komolyan mondom, tehát, hogy le a kalap alá ütött, aki készítette, az fantasztikus munkát végzett, ugye az aranycsapat egykori tagjainak az arcképe díszíti. Aha. A mozdonyt csodaszép, tényleg. Hát most a kocsik nem tudom, hogy mennyire lesznek csodaszépek. Hát mire kiér, hát, meg amire visszaér. Van, meg igen. Vissza is, igen. Igen, hát ilyen másodosztályú vagonokként indultak ki, és visszafele már nyilván pőrekocsiként jönnek majd, de hát ki tudja, hogy ez most miért jó. Igen. Na mindegy, jó van ennyit. Így van. Ennyit erről. Gyerek, itt biztos, hogy van valami a stúdióban, ez nem persze természetes. Cicaszörf. Nem, valami kell, tehát vagy szedjük fel ezt a padlószőnyeget és égessük el, vagy valaki takarítsa ki a klímát. Én már utána néztem ennek a dolognak. Ez nem lehet, hogy 400 forint per négyzetméterre egy atkátlanító porszívózás. Na ez a baj. Szerintem számoljuk ki, hogy hány négyzetméter, aztán dobjuk össze. Ez? Én odaadom valakinek ezt a pénzt, hogy ezt megcsinálja, tényleg, de ez nem lehet, hogy semmi bajom nincs. Bejövök ebbe a rohadt stúdióba, itt folyik a könnyem, köhögök, nem tudok műsort vezetni. Azért, mert ez egy nyomorúságos padlószőnyeg, 30 éve nem volt kitisztítva. Fulladok, érted? Most 10 perccel. Hát ez ilyen nincs. Ilyen nincs, de tényleg. Semmi bajom nem volt a kocsiba. Tök jó. Bejövök, folyik a könnyem, köhögök, nem tudok rendesen beszélni, ülök itt, mint egy here. Érted? De komolyan mondom, így hát ezek nem állapot, így. Meg akarsz ütni valakit? Érted, ha lekapcsoljuk a klímát, megdöglünk, olyan meleg van, tehát hogy valaki csináljon már valamit. De tényleg. Valaki vállalja magára ezt a dolgot. Legyen valaki áldozati bárány. Zsül! Nem, most nem a stábra mondom, hanem akinek ez lenne a dolga, hogy ezt a rohadt stúdiót egyszer normálisan kitakarítsa. De tényleg. Fogjon egy olyan porciót, itt emberek dolgoznak. Nem azért hát járunk, mert olyan szórakoztató ide bejárni. Érted? 4 óráig nekünk itt dolg. Utána jön a többi műsorvezető. Ja. Miért van az, hogy aki ide bejön, az éppen készül megfulladni? Tehát ez egyszerűen nem értem, ennek oka van. Hát hívjunk mi egyet, hát most mennyi, ez a hány négyzetméter, 4x4, 16, max 20 négyzetméter, 400 forintjával, az 8000 forint. Nálam van 3 most. Te jössz 3-mal, akkor nekem már csak 2. Én beleadok bármennyit, tényleg. Tőlem fel is parcellázhatjuk, és megcsináljuk 3-ba, de ez nonsens, hogy ilyen állapotok vannak itt. Hát biztos, hogy most már nagyon ki vagyok. Mondj egy számot, fölhívjuk. Atka porszívókon. Na most hirtelen főszereplő váltam. Ja ne, csak te mondtad, hogy utána néztél. Figye, én nagyon szívesen pár percen belül is elő tudom bányaszni ezt a telefonon. Fölhívjuk 8-ra, itt van. Figye, olyan allergiás tüneteim vannak, ami nincsen sehol. Tehát most bejöttem, megint viszket a szemem, viszket a szájpadlásom. Valami olyan, valamire ti nem, én igen. Meg egy-két ember, aki még ide bejön, az is érzi. Nem is kell ide jönni egyébként, mert el tudjuk vinni a szőnyeget, és biztos csináltatok már éjfél körül esküvőn, hogy megpróbáltatok kirántani a terítőt a cájga alól. Szerintem Feri, megfogja itt a sarkát. Kirántani, azt a részt kivágod belőle, ahol van az asztal. És a többit szépen kihúzod. Aztán majd, amikor leteszik az ujjat, akkor azt a részt kiveszik az asztal alól. Ennyi. Két dolog lehet, vagy a szőnyeg, vagy a klíma. Szőnyeg. Hát én a klímát azt tisztították. Azt tisztította, Gyula azt mondta. Így van. Igen? Igen, hogy ezt kitisztították. Na mindegy, jó, nem rontom ezzel a péntekemet el maximálisan. Üljünk ki a kocsitba, csináljunk a adást. Azt mondtad, hogy ott nincs baj, nem? Sehol nincs. De négy ülés van. Itt akarok még meghalni. Még egy vendég is befér. Ja, Istenem. Mi van a családunkkal? Jelentkeznek ma még? Szerintetek lesz valaki? Hát majd meglátjuk. Föladják? Megfutamodnak gyáván? Nem, szerintem ebben még lehet egy kör. Az lenne egyébként a szép lezárás, hogy mindenképpen ide jönni. Na, jó. Hogy?
Kisfaludi, vagy milyen család volt ő? Kishegyi család. Kishegyiek gyakorlatilag harcban állnak veled, ugye már 4 napja, szerintem az 5. is beleszúzza, amennyire gondolom, hogy ők kemények. Hát kemények, mert gyakorlatilag felforgatták Tolnát, Baranyát azért, hogy rokonokat találjanak, akiket igen, Ukrajnát. Az ukránoktól kicsit félek. Igen, az ukrán mami után. Ha ma megint egy ukrán jön, akkor én hagyom magam elveszíteni. Hogy jöjjenek. Viszont szerintem egy egész országot tart lázban az, hogy sikerült találni egy olyan csatlakozót, ami kapcsolós és működik, és nem csak világít rajta a kapcsoló, hanem ténylegesen lekapcsolja azoknak a fogyasztóknak a varázs szemét, a készleti állapotát, ami miatt ugye tegnap vásároltam, nem jött be. A 700 forintosról emeltem a tétet, vettem egy 1300 forintosat, és működik. Na várjál, kezdjük ott, és hogy a 700-asat visszavitte? A 700-asat visszavitte, és minden további nélkül, mindenféle kis lebeszélemről nem sérült a csomagolás, nem ilyen formában már sajnos nem tudjuk vissza, nem vegyünk föl jegyzőkönyv, nem ízni, akármi. Bementem a barkácsáruházba, így, pikpak, visszaváltották. Nagyon udalásak voltak, nagyon kedvesek voltak, simán. 700 forintosat vissza, pénzt odaadták, fölmentem, megvettem, és működik. Mintha nem is élennék az. Ugyanaz. Aha, hát ugyanaz. Ezért adták vissza. Mondtad, amikor bementél, hogy ezt visszahoznám, és vinnék egy 1300-asat. Az 1300-as nem is mondtam neki. Tehát, hogy azért mondom, hogy olyan, hogy hívják volt, olyan kis flott volt az egész ügyintézés, hogy az valami hihetetlen. Ez nem te vagy, Jani. És nem molyoltam, és nem nézegettem, leemeltem az elsőt, nagyon nem, egyébként a másodikat, mert az egyik nagyon össze volt fogva, és magasra gondoltam, az már rég ott állott, és akkor fogtam a másikat, és szépen hazavittem, bedugtam a fogyasztóba, rákötöttem ugye a kis hosszabbítőt, lekapcsoltam, felkapcsoltam, és működött. Ennyi. Látod, megoldottál egy problémát. Addig 2 nap alatt kapcsolható lett az áramháztartásod. Kérlek szépen, működik ez a sztori. Volt egyébként a héten már egy olyan történet, hogy valahol visszavittem valamit, és akkor ott azt a tipikus hozzáállást kaptam, amit sajnos egyébként így megszokhattunk így pár éven keresztül. Most már egyre kevésbé lehet ilyen helyeket, vagy ilyen dolgokat tapasztalni, de ez a nálunk vette. Uh-huh. Az ilyesmit nem szoktuk ám csak így visszaváltani, de ez mondom, nem ilyesmi. Ja? Majd megnézik, és akkor a kollega majd eldönti, hogy vissza tudjuk-e venni. De és így jaj. Igen, ez volt, igen. És picit meg volt bántódva, hogy egyébként az üzleti szabályzatukban lefoglaltaknak megfelelően eljár, ha visszaviszek valamit, amit nem használtam, ott a számla nincs is kibontva. Szóval ilyen is van. Nem de akar ő eladni biztos. Hát nem, igen, csak hogy mondjuk én 2-szer tapasztalok egy ilyen hozzáállást, és akkor 3-szorra már nem megyek oda, de mondom, a kapcsoló esetében nem volt semmiféle probléma. Hát, jó is. Na, jó? Nem. Nyissuk már ki az ablakot, hát ha kinti levegő bejön, az kiüti ezt a levegőt. Nem lehet, hogy ez már egy vegyi támadás ellenünk? Lehet, nagyon sokat dumáltál itt az összeesküvés elméletekről, most megkaptad. Lehet, hogy már valami szuperhatalom akar minket megölni, mert a chemtrailről akarok beszélni hétfőn. Ja, igen. Meg az amerikai összeesküvés elméletekről. Láttatok erre szíriaiakat? Nem? Én ismerek egy szírhentest itt a körúton, de ő egy békés csávon. Igen, nem, ő állatokat bont darabolt. Az már, de ahhoz ér, de egyébként, de ez nem szerintem. Nektek semmi? Nem. Semmi tűnik? Egyedül semmi. Semmi? Nem, de hát mi? Mi én iszom rendesen, ő meg nem tudom. Én meg... Te meg sportolsz, biztos az, de te is sportolsz. Igen. Igen, sokan. Próbálom, hogy mi az, tehát hol támadnak meg téged. Mi, igen, hogy gyengítik. De mi lenne, ha nem sportolnál? Már szerintem itt bent már nem élnék. Ne, szerintem semmi baja nem lenne. Csak gyengíti magát. Egyébként szerintem ez poratka, tehát ugye ez az lesz valószínű. Van jó ötlet, hogy hozzuk be a kocsiból a szőnyegeket. Igen, mindenki a saját szőnyeget. Mi kezdtek egy kimutatás, hogy egy szőnyegben hány év után mennyi poratka van, meg hány év után... Hát azt ne olvasd el. Igen, mennyi a poratka ürüléke hány százalékkal növeli meg egy szőnyeg, vagy egy párna, vagy valaminek a tömegét. Tehát, hogy te tulajdonképpen mibe fekszel esténként, vagy mi van a szőnyegem, az, hát az jobb nem tudni. Tönköly búzával van töltve a párna? Nem, poratkával. Igen, ráadásul kinagyítva, hát nem túl szépek, nem? És belerakják a saját ürüléküket, és az ürülékből kell ki a többi poratka, és ezek ott éldegélnek a szőnyegben, vagy akár egy törölközőben, ha ritkában cseréled, ágyneműben, ágynemű takaróban, mert letakarod az ágyneműt. Nem szépek. Nem hol szépek. Voltak régen a poratkák? Egy szigeten. De hogy és a nagy földfelhőzi felfedezések során Santa Maria. Oké, 100 évvel ezelőtt még nem volt ilyen ennyire
Szerintem volt. A nép. De volt, biztos, hogy volt. Nem, nem allergia nem volt. Aha. Allergia nem volt, nem volt ennyi szenny, amit beviszel a szervezetedbe. Aha. Tehát atka volt allergia. Atka volt, szerintem igen, az emberek voltak egész egyszerűen az immunrendszerük ellen, nem volt egy ilyen mértékű támadás, mint most így a 20. században, meg a 21. Aha. században, és egyszerűen nem váltott ki allergiás reakciót. Boratka biztos, hogy volt 100 vagy 200 éve, csak annyi szart eszel, meg iszol, meg annyi rossz környezeti hatás ér, hogy egyszerűen nem így válaszol az immunrendszered. De akkor meg volt más, hát most... Hát akkor meg volt a vérbaj, meg a lepra, meg... Igen, biztos lecserélték volna a pestisesek mondjuk a poratkát. Biztos, hogy saját bajukat. Mi? Igen, tehát azt sikerült megoldani, akkor ezt meg most nem sikerült. Tehát minden generációnak, vagy igen, megvan a sajátja. Egyszerűen az ember ezzel nem tud védekezni. Na jól van, nézzünk egy-két SMS-t, hogy fönt vannak-e már a hallgatóink. Vannak közlekedési híreink, M7-es 61-es kilométernél kis teherautó gumi az úton szana szét, lassítson mindenki. Soroksári úton sákút előtt a kifelé haladókat bújva a sínek mellől dobozos ezüst civil kocsiból mérik a haladókat. Ez pedig Tapó küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán nagyjából még ennyi. Úgyhogy még alszik az ország. Igazából nagyon sok minden nem történt. Még azt hiszem, hogy nem vagy emós. Már fel lennél ravatalozva. Tehát lehet, hogy a portáig nem jutottál az volna. Az biztos is. A emós? Az emósoknak gyenge az immunrendszerük? Vagy nekik nincs immunrendszerük. Tehát nem gyenge, mert nem tudják kimutatni, hogy van nekik immunrendszerük. Ja, hogy effektíve semmi nincs nekik. Ez egyébként igen. Ők csoda, hogy életben vannak, nem? Az emósok. Mi van velük? Most már kevesebb emós látok. Hát közben meg is akarnak halni, és még úgyis életben vannak. Nem, mert csomónak bejött az elhalálozás, gondolom. És azért kevesebb van. Egyébként lehet. Vagy hideg volt a tél, és néhányan megfagytak. Egy komolyabb tél azért az emósok nagy százalékát elviszi. Hát elolvadtak a hópehelyekkel együtt valószínűleg ezt. Igen. Nem voltak felkészülve a hidegre. Na jó van. Kicsit előbb is szólhatatok volna, ma lesz egy körmös vizsgám. Én 5000-ért úgy kitakarítottam és csirátlanítottam volna a padlószőnyegeket, hogy műteni lehetne a stúdióban. A takarítás nem könnyű, de profi géppel, ami van, zseniálisan meg lehet csinálni. Gyere be! Zsuzsi írja nekünk. Na, most itt körmös vizsgázik, majd vizsgázol hétfőn. De várja, nehogy már Zsuzsa, inkább Erikával szívassuk ki. Az is igaz, ne verjék ide rázza ki. Erikával szívassak ki. Régen milyen bátor reklámokat tudtak csinálni. Igen. Egyet most már nem mennének meg csinálni. Mindenki perelne, meg mindenki felháborodna, meg az összes ilyen szervezet, civil szervezet tiltakozna az NMA-ba, megbolondulnának szerintem, fejükhöz kapnának, elhaláloznának. Régen meg ez mennyire bevállalós volt, nem? Rossz az, aki rosszra gondolt. Így van, ne verje ki, mi volt, ne verje ki, ne. Ne rázza ki, Erikával szívassa ki, illetve a fáma az nem Erikával szól, csak aztán így terjedt. Tehát az eredeti az nem Erika porszívó volt, csak aztán így terjedt el. Aha. Igen, minden tiszta porat, ha tele van a töke. Szívassa. Csörögjön rá. Szakemberünk. Na jó. Sokkal őszintébb reklámok lennének egyébként szerintem. Na jó, hát félben mondom, hogy lehet jelentkezni játékra. Lehet, de azt gondolom, hogy a kisegyi család effektíve kisajátította magának ezt a hetet. Ha még van valaki, aki szeretné az elmúlt 4 napért revansot venni, csak mondom, hogy a kisegyi családban Rékával kezdtünk hétfőn. 58 másodperc után kikapott kedden, Réka apukája próbált bosszút állni, 30 másodperc után Árpi elvérzett. Szerdán jött Marian, Árpi anyósa, nagyon zabos volt, nagyon dühös volt, nagyon nyerni akart, viszont 5 másodperc után beleszaladt a tiltott szóba. És tegnap pedig a beregszászi szupernagy Mária játszott. Ő volt az anyós testvére, ugye? Valami, az nekem már kideríthetetlen volt. Az biztos, Árpi anyukája volt, mert Árpi anyósa volt szerdán, és csütörtökön volt a szupernagyi, aki nem Árpi anyósa volt, hanem Árpi feleségének az anyósa. Tehát Árpi anyukájának a szépasszony testvére, vagy ki volt? Igen. Ott vele egész sokáig bírtad. Ő az 59. másodpercre mondta ki. Igen. Na, úgyhogy ha van még egy épkézláb ember a kishagyi családban, és úgy érzi, hogy hát szeretné a család renoméját helyreállítani, amire viszonylag kevés már az esély, mert maximum egy pontot szereznek, nem? Igen. Egy becsületpontot még lehet. Egy csatát még nyerhetnek így a végén. Szerintem ki kell hírnod őket. Azon leszek. Azon leszek, ha még van valaki, aki akar játszani. Jó, lehet jelentkezni SMS-ben. Egészen nyugodtan, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show.
6:49, jó reggelt kívánom mindenkinek, gyerekek. Az nem lehet, hogy a Kishegyi család jött ide be a héten, és rejtett el lószőrt, teveszőrt, malacszőrt, Ákos köhög, én köhögök, te beletűszögtél a hírekbe, én végig tűszögtem a híreket. Hát itt, gyerekek, itt ez egy vegyi támadás. Tehát itt valaki szórakozik. Viszket a szájpadláson, mint a Kishegyi család, az összefogott ellenünk. Kishegyi féle atkát lehet továbbadni? Tehát, hogy otthon kiszedte és áthozta? Valamit elrejtett, vagy egyszerűen elengedett itt, mikroszkóp alatt összegyűjtött, és itt elengedte. Kirázták a matracot otthon egy atka szűrő felett, és aztán pedig a tartalmát ide behozták. Igen, valószínű ez lehetett. Hogy ez, egyszerűen nem bírják elfogadni, hogy elvesztették ezt a hetet is. Ennyire fáj ez a 4-0? Gyerekek, hát ezt érted? Édes a bosszú, mondták és szórták a tapkát mindjárt. Marokszán. Na megnézzük akkor, hogy ki a mai utolsó játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló! Halló, halló, szép jó napot kívánok! Hello, Attila! Jól mondom, Attila? Igen, igen, én volnék Attila. Hello, Attila, jó reggel! Honnan hívsz minket, Attila? Még egyszer, légy szíves. Honnan hívsz minket? Azt kérdeztem, hogy honnan telefonod? Hát én Csehországból hívnálok benneteket. Csehországból? Mivel hogy hallottam, hogy a Kishegyi család pár. Veled. Igen. És? Örülöm, te vagy a Balázs. Nagyon jó. Én lennék, igen. Te kinek a kie vagy akkor? A Kishegyi családhoz tartozol? Te is? Nem mondod? Én ott a Réka nagybátyja, ugyanis az Árpád. Egy újabb harcos a Kishegyi klánból. Ezt nem hiszem, hogy nem adjátok föl. Nem bírtam sajnos belenyugodni, hogy ne hittem a felé. És te Csehországban laksz? Igen, jelenleg Csehországban. Hát végül is dolgozom. Ott dolgozol? Én tajai vagyok. Aha. De Csehországban, de Jicsinben. Jicsiny, hát hát a Manka és Rumcájsz hazája tulajdonképpen, Jicsiny erdő, a kerek erdő. Jól szétszórt benneteket a történelmi forgószél, ki ugye, hát Ukrajnából, ki Csehszlovákia, vagy Csehországból, hát ez hihetetlen, mennyire szanaszét van a Kishegyi család. Hát próbálkoztunk egy tengeren túli tropon kapcsolni hozzátok, de végül is úgy sikerült, hogy csak egy szomszéd országból legyen. Nagyon jó. És akkor te most az Árpi... A tengeren túlról. Te most az Árpi testvére vagy, tehát a keddi Árpi, aki Réka apukája volt, ugye? Te most akkor Árpiért is bosszút állsz, meg hát az egész családért próbálsz. Hát akkor most én szeretnék akkor bosszút állni. Akkor most nekem 4 percet kell játszanom, igaz, hogy nyerjek? Mi család? Akkor most nekem 4 percet kell játszanom, hogy nyerjek. Nem, elég egyet, jó? Felkészültél, Attila? Ne felejtsd el, a tét az, hogy bosszút álljál, vagy legalábbis szépítsél a Kishegyi családért, jó? 4-0 van, csak mondom. Mehetünk? Mehetünk. Na, 3, ja nem, Jani? 3-2-1 fire! Attila! Attila, jól mondom. Itt vagyok. Itt vagy, jó van. Figyelj, ismered a játékszabályokat? Tudod, hogy kell ezt a játékot játszani? Általában nem szabad kimondani 4 tiltott szót. Általában nem szabad kimondani. Azt mondtad, hogy általában nem szabad kimondani 4 tiltott szót. Hát ezt hamar elrendeztem. Hát én viszonylagosan, igen. Azt gondolom, de ez... nagyon nem idegeskedsz, azt szeretem. De ez bosszú állásnak kevés volt, tehát Árpi ezt még nem fogja megköszönni. Hát gyerekek, ez a helyzet, hogy... Hát szerintem, hogy ez nem jött. Nagyon helyes a Kishegyi család, meg nagyon cukik vagytok, nagyon aranyosak, hát játszani kevésbé tudtok, de ez egyébként nem baj, mert viszont szimpatikus az egész család. Viszont nagy az összetartás. Igen. Kishegyi család, egy ellen párban jobban felkészülünk. Most nehéz volt cserél átállnom magyarra, pedig magyar vagyok. Ha legközelebb összejöttek, tehát itt karácsony tájékán van egy nagy családi buli, akkor szerintem játszhatok egy picit egymás ellen. Hát gyakorlás, és akkor utána. Aki nyer a családi játékot, az még jöhet egyet karácsony előtt játszani.
Attila, csókoltatjuk az egész családot. Ezeket a gyakorolni. Jó. Rékát, Árpit, Mariant, Árpi anyósát, Mária, Árpi anyukája, téged, mint az Árpi testvérét. Mi az egész családot csókoltatjuk, akin végigmentünk, vagy akiken. Jó, adjátok föl, engedjétek el. Hétfő hagyjátszom most már valaki. Valaki más, jó? És köszönjük a játékot, hogy játszottunk. Szevasztok, ciao. Viszont döntést kell hozzunk. Na. Rékával kezdtünk hétfőn, ugye? Rékával, igen. Hogy az ötös családi vereség után Rékának jár-e az ajándékcsomag, vagy azt mondjuk, hogy öt lehetőséget kaptatok, elbuktátok, nincs. Nem is érted a felvetést, mi? Mi ez a nyalleres kérdés? Hát erről beszéltünk. Ez a puhulás, ez a csontinyás. Megszoktam, hogy ezt a Jani előszeretettel csinálja néhány jó pontért. De hogy már te is ezt tolod, hogy adjunk ajándékcsomagot. Nem, én csak felvetettem, hát mert arról mondom, beszéltünk, hogy van-e vigasz ajándék. Ez tegnap még konkrétan elhangzott adásban. Valamelyik oldalágatok Kishegyi? De én magam vagyok, arról magyarítottam Rákóczira. Se egy dicsérő szó, se egy vállomveregetés, se semmi, hogy egy egész családot tönkretettem, öt óra hoztam a hetet, és se annyi, hogy köszi Bali, szép volt Bali, ügyes vagy Bali, sem, öt óra vertem a Kishegyi családot, hát legalább annyi. Te mondtad az első megszólalásban, hogy nem szórakozni járunk be ide, hanem dolgozni, ez a munká. De legalább annyi, hogy Bali, gratulálunk, vagy mit? Hát azért egy 0-5-öt hozni azért az gyerekek. Hát azért szerintem az nem rossz. Végigvertett fél Kelet-Európát. Végig szeret középen. Most már Csehország és Ukrajna is ellenünk fordul. Jó, Réka egyet. Jó? De ne, most már nem kell, így szánalmas lenne, ha oda. Jaj, ne legyél már Ovi. Na most, hát most de akkor ne, mit obizol? De most én fölvetettem egy olyan dolgot, amire... Jó, de így viszont nem kell. Bocsánat, beszéltünk valamiről a héten, erre mind a ketten azt mondjátok, hogy nem kell, meg nyal, akkor ne adjuk. Jó. Írnak közben, jövő héten véget Balázs, Réka igazi apja Béla. Igen. Jó, figyelj, végigmentünk az egész családdal, Réka aranyos volt, kedves volt, önnyitotta a sort, legyen. Ma péntekre való tekintettel megnyitottam szívem kis kapuján azt az ajtót, ahol a jó Balázs lakik, úgyhogy, de csak egyet, nem ötöt. Nem ötöt. Ja, ne. Egyet, és azt is kifejezette Rékának. Hát jó? Ha Réka még minket hallgat, mert lehet, hogy már a Music FM-et. Én hiszem, hogy ennyire utálna az életét meg saját magát, hogy ennyire kiszúrja magába. Úgyhogy egy ajándékcsomag. Egy ajándékcsomag? Legyen. Egy ajándékcsomag. Ezek után nem adnék, de mind. Rohadt nyalerek. 3 perc van, pontosan 7 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt 12 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok. Jó reggelt. Itt vagyunk, igen. Próbáljuk összeszedni magunkat. Közlekedünk egy picit. M2-es Pest felé 28-as kőnél Yetiből mérnek a rendőrök. Ja, tudom, az egyterű, nem? Ja. Skoda Yeti. Há, vagy szereztek egyet a Himalájában, vagy hol az ott lakik. Ott lakik. És kint el egy nagy szőrös, igen, vagy és van bontva a hasa, ott kilóg a kamera, kész. Vagy nem is egyterű, ilyen jeep-szerű, vagy ilyen SUV, vagy nem tudom mi az. Jó kis kocsi. Nálunk is toltak egy időben. Nekünk is volt játékunk, amit lehetett nyerni. Csak megjegyzem. Igen. Az Erzsébet híd udáról Pesse már most nagyon durván beállt, valamiért a szokásosnál sokkal hosszabb a sor. Mi van elől? Üdv Mr. T. M2-es 28-as gödnél parazita. Igen. Na jó. De a parazita az egy olyan jó szó egyébként, nem rájuk mondom, de jó. Bírom. Parazita. Annyira jellemzi azt, akiről mondják, nem? Ő egy parazita. Most nem a rendőrökre gondolok, mert szerintem ők nem azok. De hogyha valakire te mondod, vagy lefestesz egy embert, azt egy igazi parazit, akkor tudod milyen, nem? Rádül, rátelepszik, szív, lehúz, kizsákmányol, igen. Balázs, ne bízd el magad, nem te voltál profi, ők voltak gyengék. Jövő héten már csak egy szép emlék lesz a kis Réka, amikor csattog a popsidon a szoftütő. Jövő héten csak egy alkalmatok lesz rá, hogy elverjétek Balázs, mert ugye hétfőn van, utána egy hétig nincs. Van, én szeretném, ha ti se kopnátok ki a gyakorlatból, úgyhogy hétfőn kicsit tessék visszamelegedni a játékban, kicsit játszani, kicsit felvenni a fordulatszámot. Azt hiszem, hogy a héten teljesítettél eleget. Én is azt gondolom, hogy megpihennék. Nem, rácsörgünk majd adásban, és akkor majd összekötünk meneteket, bárhol is leszel a világban. Az egyébként, az egy kijátszó rá nincs kedvű, hívjuk fel a Balázs, itt vagy? Adjátok a mi van, ez is klájére vagytok még. Na jó, kapcsoljátok. Na.
tolat egy román kisautó az M0-as M5-ös lehajtójában. Ez pedig Ede írta nekünk. Köszönjük szépen. Kalapács első lemezéről miért nem játszotok? Tényleg. Dalokat. Figyeljetek, megadom a Titus mobil számát, jó? Programigazgató, és akkor hívjátok fölött, és kérdezzétek meg, hogy miért nem játszunk Kalapács. Hát én annak örülnék. 0630-214. Ez szép lenne. Jó, tehát annak örülnél, igen. Kapnék utána jogdíjat. Írtál rá szöveget? Aha. Az összeset? Nem mondod. Hát nem is mondtad. Egyet, azt tudtam. Én tudom, hogy viszkél kegyen. Hát mert miért nem mondanál? Azt tudtam, hogy egy valami lassú. Ja, az, ja, de, hogy nem jól sikerült azért. Nem volt rossz az. Na, van egy nagyon érdekes jelenség, ezt én nem akarom elhinni, bulvár sajtóban olvastam, de csak azért hiszek nekik, mert hogy fényképekkel van illusztrálva a dolog. Disznót vágtak a mentőállomáson. Gyerekek, idáig jutottunk, kihallgatták a résztvevőket, két embert kirúgtak, mert hogy kolbásztöltés, székelykáposzta készítés, töpörtyű készítés, kolbászfeldolgozás, csülökkészítés történt egy jászberényi mentőállomáson. Elképesztő, amit írnak, ha ez így van. A mentőautók fertőtlenítésére használt helységben gyakran tartottak disznóvágást. Nem is. Ja, akkor nem egy egyszeri esetről volt szó? Nem. Hát, ott van a helyiség. Hát most... Persze, gyakran tartottak disznóvágást, az is előfordult, hogy hastáncos számmal feldobott legény búcsút szerveztek. Nagyon jó. Halomban álltak a sörös dobozok, a cigis dobozok, és állítólagosan 2,5 évvel ezelőtt élték fénykorukat ezek a rendezvények, most már kevesebbet csinálnak ilyet, de hát ugye mostanában derült ki. És csapatépítőket is szerveztek oda. Csajok is jöttek, eszemiszom, dínomdánom. Mutatom. Elől a mentőautó, és ott a mentőautó fertőtlenítésére, ott vágták le a disznót. Ott ugye a vér azonnal el is folyt, rácsokon keresztül, ott vannak a slagok le. Lefolyatták, száradt a kolbász, ott a gázpalaszkok szomszédságában, már ott szárad a kolbász, fölfűzve 2 darab székre, középen 2 partvis kifeszítve, ahogy kell. Ez klasszik. Ilyen a praktikum, nincs ezzel gond. Szenzációs. Csak tényleg halkan mondom, hogy egyébként, ha belegondolsz, hogy az ilyen jellegű munkákhoz tisztaság kell. Tehát az élelmiszeriparban alapvető követelmény az, hogy legyen tiszta minden. Hát egy fertőtlenítő helyiség. A legjobb helyen. Úgy se csinálnak ott semmit, mert látod, a mentőautó nem ebben a szobában áll, hanem mellette van a garázs, és gondolom én, hogy onnan kihúzzák a slagot ebből a helyiségből, lecsapatják a mentőt, és mennek hát tovább. Hát ott állt ki használatlanul, hát érted, egy csomó pénzbe került a kicsempézése. Szerintem ez így sokkal jó volt, hogy egy kicsit így felhasználtak, vagy kihasználtak a lehetőséget. Egyébként meg nekem, tudjátok, mi az üzenet ennek az egésznek? Hogy Berény az egy egészséges város. Ugye? Érted. Okay. Sok szabad idejük volt, nem kellett kimenni a mentőautónak. Volt mellette idejük foglalkozni egy kicsit a kulináris vonallal is. Én azért kérdezek egy-két dolgot, mert mindig átgondolom, ez hogy zajlik, és gyakorlati részletekre vagyok kíváncsi. Tessék, levágtak ott egy disznót. Oké, hogy vitték oda a disznót? Berakták a mentőautóba, odaszállították a disznót, vagy te azt láttad a mentőállomás előtt, hogy valaki öcsi, menj már be, öcsi, fogd meg a kezes kutyafáját, nagyon harap, vigyázz be. Érted? Tehát hogy került oda a disznó? Kapcsolva a CB. Halló, itt központ, itt történik, ott rezső. Oké, hogy disznót vágtak, persze, hát menjünk el e fölött, nem gond. De nézzük meg a gyakorlati részeket. Ki vitte oda a disznót? Mikor vitte oda a disznót? Oda csempészték a disznót? Ott nevelték a disznókat? Mentőautóba szállították oda a disznót? Vagy a disznóvágás reggelén 2 bőlér bepakolta a kocsiba a disznót, elvitte a mentőállomásra, kiszedték a disznót, bevitték a fertőtlenítőbe és levágták? És mondták, hogy elnézést, leadták a neveket? Nem tudom, hogy hova mennek, ez mégiscsak egy mentőállomás, és ott egy kondás így hajtotta be. Behajtotta a disznót, becsukták az ajtót, hermetikusan lezárták, és csak annyit hallott. Baj van, Béla, mi volt ez? Semmi. Csak fertőtlen a rort, most lép. Majd levágták a disznót, vittek oda egy pörzsölőt, azt ott szépen megpörzsölték, vagy oda ment a bőlér a mentőállomásra, és megnyúzta a disznót? Szerintem a tartásnevelés az nem reális. Hát akkor tényleg mindent visszavonok, amit ebben a dologban viccesnek tartottam, mert az egy mentőállomáson disznókat nevelni, azt szerintem nem. De az, hogy valahova kimentek adott esetben, egyébként akár megkülönböztető jelzés, és mégiscsak élet-halál kérdése. Kimentek érte, behozták. Én magát a szituációt, amit felvázoltál, a fogd meg a csülkét, az a nyárdat, de harapsz, told meg hátulról, húzzad előről. Hát, hogy ezt simán el tudom képzelni, hogy ez így történt. Elfelejtesz egy dolgot, egy mentőautóban van érzéstelenítő és nyugtató is, mert hogy van, hívnak például pánikbeteget. Leszedálták a disznót. Ahogy ki a telepre, pavve!
mondom, hogy a mentőbe való beemelős kocsi, az olyan, hogy azt le tud ereszteni, ez a kis kézi kocsi, amire a beteget fölfektetik, azt leereszted a disznó mellé. Rá is tudod pántolni a disznót, hogyha megébred, de nehogy elugorjon. Nehogy megugorjon. Az a rohadék. Nehogy megugorjon, Gazi. Ízzíts be a defibrit! Süssed be a kiöcsém! Feltették a disznót az ágyra, bevitték a mentőállomásra. Szerintem simán. Simán, ugye valahogy oda kell kerülni. A mentőállomás az olyan, mint a tűzoltállomás, állnak ilyen depószerűen, gondolom én. Fertőtlenítik, ugye ott nincsenek betegek, nincs kórház, az a kettő együtt. Vagy a kórház aljában, nem, ez külön állomás leginkább. Bevitték a disznót. Lehet, hogy ők mondjuk kimentek egy balesethez, és az egész ötlet úgy indult, hogy megsérült néhány ember, felborult egy tehénszállító, egy disznószállító, volt három sérült, meg mit tudom, két disznót feküdt az oldalra forró. Egyszer csak a Józsi megbökte be, te hallod? Ne hagyjuk már veszni ezt! Tedd már be! Nem figyelnek! A kopaszcsókát hagyjuk itt, majd a második körre elviszik a disznót hozzad. Berakták a disznót, elvitték, és így indult ez az egész. Tehát ki volt az első, aki azt mondta, hogy figyelj, nézd már meg, itt van egy csomó minden, mit csinálj? Vágjunk már le egy disznót, te! Ha vágjunk már le egy disznót! Simán el tudom képzelni, hogy a mentősök között volt a korábbi hentes. És szerintem a magából, a helyiségből indult ki az egész történet. Bementősi? Tőle, hasonlít. Hát ez még disznót is lehet. Nézd, na, igen, egy bőlér, aki egyben mentős, egy kicsit szakápoló is. Oké, másik kérdés. Vágod a disznót, éppen nyakon szúrod. Bejön egy riasztás, ott hagytak mindent, ott hagyták a kolbászt, ott hagyták az egészet, elmentek menteni, majd visszamentek és folytatták tovább a disznóvágást? Vagy folytatták ott a füstölést, vagy a kolbászok szárítását? De hogy zajlik? Egy mentőállomáson. Most gondolj bele. Képzelj egy ilyen kis köténybe, csurombél az egy. És már úristen, mi történt. Jön a riasztás. Nem tudom, mennyi idejük van a mentősöknek elindulni A-ból B-be. Jön a riasztás. Hallja, miközben visít a malac, már megszúrta, teszi alá vért, mert tudja, hogy a bolyórántot lehet csinálni. Ledobja, még kicsit megvágják a disznót, beül a mentőbe, gyorsan megcsinál mentést vissza, és mi sem történt volna. Folytatják tovább a disznóvágást. Azért gondolj bele. És senkinek nem tűnt föl. Majd este, amikor már nyugi van, behívsz havert, isztok, söröztök, megeszitek a feldolgozott kaját, és csináltok egy ilyen kis zenés táncos mulatságot? Igen. Majd ugyanaz nagyon az ágyon, amin a disznót behoztad, nyilvánvaló, hogy be kell csempészni, mert állítólag volt táncos lány is. Volt, igen, ilyet, táncosok hát jöttek. A disznót, amikor behozták, akkor azt is be kellett csempészni, tehát nem bizony, hogy neki be volt avatváti, akkor valószínűleg azt csinálták, hogy szépen a hordájat letakarták, és aki arra járt, és kérdezte, hogy mi történt, sajnos későn értünk már ki. Jó nagy darab volt a pasi, igen, de picit a túlsúly szív, koszorúért, tudod. Hát az könnyen elviszi az embert. Na most kérdezem én, te italozol a disznóvágáson. Megy jó a hangulat, italozol, már kicsit bevagyáva. Utána lehet, hogy ők indultak el. Hát ki ellenőrzi? És hát, tehát, ha nem vendégböllér volt. Lehet, hogy vendégböllér volt. Na igen, aki először magát szúrt a combon, őt gyorsan ott ellátták. Szóval, hogy azért egy mentőállomás, tehát, hogy nincs azzal bajom, hogy ott megünnepelnek születésnapokat, vagy kocintanak emberek, miért ne csinálják? De talán a disznóvágás picit túlzás pedig. Vigyázz, az formaldehid! Attól megvakulsz, jó szó. Érted? Tehát tudjátok, én azért így szeretem a szélsőségeket, meg nincs bajom azzal, ha valaki kicsit áthágja a szabályokat, sőt, de az, hogy az egyik oldalon a mentő, a másik oldalon fölfűzött kolbászok lógnak le a széken, és éppen takarítják el a levágott disznó maradványait, picit talán erős, nem? Mit tehát, mondasz arra például, hogy van egy üst és egy üstházben, ugye? Mert ugye például meg kell abálni. De pertőt csak úgy nem lesz a semmiből. De pertőt meg kell csinálni, és akkor Juliska néni átjött és kavargatta közben a sülőtepertőt, míg ezek kimentek menteni? Vagy hogy? Ugye valaki arra járt és azt látta, hogy jön neki, hogy hívják okkal, éppen a belekkel. Mert hozzák, hogy tudják, most is valaki jött ki a kezén egy 3-4 méter hosszú béltalabbal, hát azok kis gyengébb idegzeteket elájultad. Mondjuk a főnöknek megvan, hogy mit mondasz? Elnézést, sérült volt, őt is be kellett hoznunk. Mi jó emberek vagyunk, nem hagyhattuk ezt a malacot. Mikor láttuk, hogy itt bent elhalálozott? Menthetetlen volt akkor. Pista. Hát Pista. Hát most mondd nekem, Pista, hát te hagytad volna veszni ezt a malacot. Akkor már feldolgozták, érted? Tehát a főnököknek van mit mondani. Egyébként az Országos Mentőszolgálat azt mondja, hogy idézek tőlük, ismereteink szerint csapatépítő szándékkal szerveztek összejövetel, aha, amelynek még a program elemei is elfogadhatatlanok voltak. Már kinek a számára? Ez döbbenet. Ezekről a rendezvényekről rendszeresen készültek képek, videók, amit a kollégák még a benti szolgálati gépekre is feltöltöttek. Nem, elég melegen nyomják ezt a srácok. Ebből balhé volt. Fegyelmi vizsgálat után 10 dolgozót vontak felelősségre, és 2-t elbocsátottak.
Van csapatépítő. Mondja ezt egy ott dolgozó. Hát most, tessék? Ez létezik, hogy cégeket elvisznek csapatépítésre, disznóvágásra, hogy a közös elkészítés, aztán meg is eszik, csak az soha nem benne a munkahelyen van. Nincs bajom a csapatépítéssel. Sőt, az sincs bajom, ha mondjuk azok mentek be, akik éppen nem dolgoztak. Az jó, az mehet. Az jó, azt szerintem az belefér. Tehát, ha éppen nem dolgoztál, bementél, megnyested a disznót picit, apró pici lyuk, nem, toroktájékon, lefejted, megcsináltad, a többiek meg ott voltak. Hát ez van, ők, ha kellett menni, mentettek, a többiek megcsináltak a dolgokat. Most érted, ha mi délután például ide visszajönnénk, a piros vezeti a műsort, attól mi tudunk disznót vágni itt az előtérben. Egyébként igen. Imádnám. Nem, tök igazad van. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon következetesnek lenni. Tehát, hogy kell lenni. Tehát ez olyan, mint a törvények, hogy vagy mindenkire vonatkoznak, vagy senkire. Vagy a berényiek is vághatnak disznót, de akkor tényleg mindenki vágjon, vagy senki. És akkor simán el tudom képzelni, hogy mit tudom én érte. Két atya szent is van bazilikában, hogy nem visznek befelé, hogy a csülkeinél fogva, vagy a parlamentbe, érted? De az simán vághassanak akkor ott is. Hát, de akkor vághassunk disznót. Mi is, illetve figyelj, ti is. Ez egy szinte már egy hungarikum, nem? Tehát, ahogy mi vágjuk, nyilván vágják máshol is, de abszolút. Képzeld el azt a jelenetet, amikor a disznót kicsit, mondjuk egy anesteziológus, valaki még a mentőkocsiban kicsit vagy túlaltatja, vagy éppen kevésbé altatja, és a mentőállomáson elszabadul, és elindul a kergetőzés. Ha az iskolában van a mentő, alakkezed már ki onnan, de hol van ez a rohani, mész már elmúlt. És megy a kergetőzés. Feri, hol van? Abálja a mája. Csinálja rá. Csinálja rá. Hogy tudsz csendben eltenni a lábbal egy disznót, Feri? Csak az altatás. Így van. De kell egy jó anesteziológus. Igen, vagy még kint kinyírod. Tehát Fibel a kocsiba, de, rá, csapas ki. Saf! Az kevés lesz, az csak újraindítja. Fölteker. Tehát vagy még kint a helyszínen, vagy a kocsiban nyírod ki. Szerintem ölni nem öltek a mentőállat. Nem, biztos, hogy csak feldolgozták. Itt nagyon sokan írják, hogy szolgálaton kívüli kollégák voltak. Oké, de hát azért ne csináljunk már úgy, mint a... Ja, hát ők nem voltak szolgálat. Hát akkor ugye fáj, hát akkor ezzel nincsen. Egyébként nem akarom őket elítélni, csak szürreális a dolog. Tehát ha valami valamivel nem fér össze, nem, az, hogy a mentő, meg egyáltalán a mentőállomás és a disznóvágás. Tehát a kettő annyira távol van egymástól. Itt valószínűleg az egyeztetés maradt el, mert hogyha mondjuk a mentőállomásnak a munkáját ez nem zavarta, tehát hogy ott továbbra is, hogy nyilván voltak egy csomó szolgálatban, meg egy csomó szabadságon, és akik szolgálatban voltak, azok ellátták maximálisan tudásuknak megfelelő a szolgálatot, a többiek mit csináltak, amit akartak. Tehát itt valószínűleg valami egyeztetés kellett volna, és akkor így simában történtek volna a dolgok, és talán ez a két ember is megtarthatta volna az állását. Hogy engedélyeztetni a parancsnokot? A helyiségnek a használatát. Aha. És akkor egyeztetik volna, hogy mi fér bele, meg mi nem fér bele. Itt valószínűleg ezen lehetett a probléma. Hát ezt nem tudod egyeztetni, hát ez nem megy át. Hogy írnak egy memót, hogy arra gondoltunk, hétvégén vágnánk egy disznót, tiszteletvezetőség. Megint egy pálinkát. Kérjük erre az engedélyeztetést. Rendben, drága kollégák, csinálják, hívjanak meg minket is egy körre. További jó egészséget az ünnepeltek. Hát azért ezt így nehezen tudom elképzelni, hogy engedélyeztessék előre. Mi van akkor, ha volt ott egy lelkes, aki nem tudta, hogy mi folyik, és mindig újraélesztette a disznót? Tehát akárhányszor megölték, ő mindig berohant, és az csak végezte, hát, neki soha nem jutott a kolbászból, mindig az volt jellegelőbb, ő már csak a májas hurkából kapott. Szenzációs ez a történet. Jó. Viszont nagyon szépek, nézem itt szakmai szemmel a kolbászok. Jól lesz neki, nem? Van töltve, gyönyörűen. Nincsenek semmi baja. Jó, figyeljetek, nézzük meg azokat a munkahelyeket, ahol valami olyan dolog történt, ami nem oda való volt, jó? Írjanak nekünk kórházban dolgozók, börtönben dolgozók, rendőrségi állomáson dolgozók, hogy ott mit csináltak. Itt van például Zsaru, voltam, a mi fogda őreink olyankor, vagy néha bográcsoztak a fogdát. Volt egy üres kis szobácska. Rácsos, könnyen kimegy a füst. Tehát olyan SMS-eket várunk, amikor valaki valami teljesen elmebeteg dolgot talált, kipattant ki a fejből, és megvalósítottátok a saját munkahelyeteken. Jó, temetkezési vállalatnál tényleg mentő tűzoltóságokon is történnek azért érdekes dolgok. Nem kell megírni, hogy honnan, nem kell megírni, hogy melyik. Nem adjuk ki senkinek az SMS számot. Csak tényleg például egy jó tűzoltó állomáson, nem? Hát ott megraksz egy jó bográcsot, egy jó szalonnasütés, hát olyan nagyon nagy, vagy mincs, ha tüzet raksz egy tűzoltó állomáson. Ki mit csinált? Mi nem csináltunk semmit itt igazából, nem volt. Ez egy punyattársaság, nem? Nem csináltunk bográcsot, nem volt szalonnasütés, nem mentünk ide ki a kérdés. Nagyon. Hát kint még csak, de bent. Igen. Bent se csináltunk semmit.
Jó? Hasonló dolgokat várunk akkor SMS-ben, hogy ki milyen, hát úgynevezett illegális dolgot csinált már a munkahelyén, amiről a vezetőség nem tudott. 7:30 pontosan, jövünk a hírek után. 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, itt vagyunk, arról beszélgettünk ugye itt a hírek előtt, hogy disznóvágás volt egy mentőállomáson. Már kihallgatták a résztvevőket, állítólagosan néhányukat ki is rúgták, ugye Jászberényben történt a dolog, és hát igazából semmi extra, mentőautó állt az egyik helyen, a másik helységben pedig, ahol fertőtleníteni kellene, ugye hát ott sertés dolgoztak föl, levágták, ittak egy jó pálinkát, nincs ezzel az ég egyet a világon semmi baj, csak kicsit fura a kettő együtt. Megbeszéltük, hogy technikailag ez hogy nézhetett ki. Hogy vitték oda a malacot, kivágta, hogy mentek közbe menteni, kimentett menteni, hol szárították a kolbászt, hol füstölték, mit csináltak. És hát arról beszélgettünk, hogy számos olyan munkahely van azért, ahol a pihenőidőben, ebédidőben, titokban, egy-egy fél órát, órát elcsípve, lecsípve a munkaidőből, azért történhetnek furcsa dolgok, hát az SMS-ek igazolják, hogy történnek is. Így van, sok helyen vannak még ilyen kusturicás, szürrealista helyzetek. Igen, tényleg a kusturica a legjobb, hogy ez az egész olyan lehetett, mint egy ilyen kusturica film. Kicsit fura, kicsit szürreális, az egész, igen, meglehetősen furcsa. Viszont csak egy gyors információ, hogy 8 óra utánról, hogy érkezik hozzánk az X-Faktor két mentora. Jön Geszti Péter, mint ugye egyetlen egy régi motoros. És Tóth Gabi. Még jó. Na, csinosabb, mint a Geszti. Sokkal. Én őket, kettőjüket kedvelem a legjobban. Nem bírom az a mentorok én közül. Én nem azt mondtam, nem? Ne szorítsanak sarokba. Elbírom a szikorát is. Szerintem ez egy jó csapat. 8-tól X-faktorozunk egy kicsit velük, hogy hát egy csomó mindenről lehet majd beszélni. Jó? Csak azért mondom, küldjétek szét, szóljatok mindenkinek, mert hogy itt lesznek a mentorok. Na, nézzünk egy-két SMS-t, hogy mik történnek különböző magyar munkahelyeken, hogy ki mit csinált már titokban. Vidéki postán csirkét bontottunk, írja egy hallgató. Szegeden bent a városban az azért, aszfalt bocsánat, keverő. Ne rohanjunk már így el. Tehát hát megjön a posta, hivatal, és közben... és közben mondtad a csirkét. Persze, vannak nagyon jók. Itt van a kötértélvényesek, itt meg van a forró víz, a kopasztás. Szegeden ment a városban az aszfalt keverő bejárata mellett, nyúztam meg egy őzet, feldaraboltam, és beraktam az ételhűtőbe, a kamionba volt nagy nézelődés. Hát gondolom, elütötted az úton. Hát így történhetett. Én is ismertem olyan gépkocsi vezetőt, aki vadászott így. Mi a katonaság ideje alatt a magas figyelőben nyársaltunk. Dőlt a füst, sosem buktunk le. Írja egy hallgató. Másodfokú árvízi védekezéskor szegény Bambi beragadt a mocsárba. Életem legfinomabb hagymás máját tettem belőle. De hogy ugye? Hát, most nem lehetett kiszedni. Igen. Akkor hogy dolgozták fel? Vagy ott már amikor kiszedték. Ugye? Amikor kiszedték, akkor már mindegy volt. Soproni tűzoltóság udvarán medence van felállítva, ott megy a partizás, amíg nem jön a riasztás. Mi még a szomszéd épület tetejéről kukucskálunk, egy fodrászatból írja Mirci. Csak hallottam, hogy a Miskolci fiú kollégiumban pénteken úgy berúgtak, hogy este a parkettából tüzet raktak és szalonnát sütöttek egy hatágyas szobában. Hát ez ugye legendás, ezt sokan mondják. Igen. Kintlevőségen dolgozom, vezetőség meetinge volt, mi ebédidőben a konyhában grilleztünk, a 11. kerületben megszólalt a tűzjelző. 2x7 emeletes irodát evakuáltak. Az igen. Grille, hogy jut ezzel? Grillezés. Jöjjön egy kicsit szerényebb, gyárban dolgozom, éjszakás műszakban rendszeres volt a gyártósorok között a kispályás foci, hát ez igazából nem is durva. Alap. Györfi Pál egy húskombinát szóvivője? Kérdezi valaki. Egy elektronikai cégnél dolgoztam, a ráérő időben horgáztunk a tűzi víztározóban, és 2 kilós pontyokat fogtunk, amit a raktárban meg is grilleztünk. Jó. Általában akkor kajáról van szó. Igen. Ugye, hogy ez igen. A... Sűrített levegőrendszerre kötött acélcsőbe töltött 4,5-4,5-es lemezcsavarral verebekre vadásztunk a csarnokban. Azért, amikor berakott kicsit megküldött sűrített levegővel, kemény. Nem állatbarát, de kemény. Katonaság, Tököli reptér, az Őrök körletének vizes blokkjában birkát vágtak. Hát mert kemény. Ugye ott ráadásul van egy csomó bari, mert hogy a gyepet velük tartják karban. Nincs kinyírójuk. Hát ez sokkal praktikusabb. Az igaz, mondjuk csak ha jön a gép, akkor... Meg folyamatos a vágás így. Ital nagy kereskedésben IFA platóján nyársaltunk, bográcsoztunk rendszeresen estégént, hétvégenként. Az is kemény. Itt egy hallgatónk. Halló, jó reggelt, hello, Józsi. Hello, hello. Hello, Józsi. Na, te mit csináltál? Hát nálunk volt egy tó, egy ilyen, hát nem is az, hogy dísztó, ilyen környezetvédelmi
hatóság jött vizsgálódni hébe-hóba, hogy milyen a környezeti viszony a cégnél, és azt vizsgálták a tónak a minőség, és ebben elég szép nagy halacskák úszkáltak, és végül is ebben munkaidőben horgáztunk. Aztán a kifogott halacskákat mi is a mosdóban, vagy a WC-ben megpucolva, utána pedig a műhelyben, vagy műhely mellett megfőztük halászlének. És ebbe telepített halak voltatok, vagy ti telepítettetek bele halat? Vagy... Nem, ez telepített halak voltak végül is, hát azt nézték a környezeti hatóság, azt nézte, hogy milyen az életkörnyezetük, meg hogy megélnek egyáltalán a halacskák, és azért voltak benne végül is. És amikor jöttek ellenőrizni, akkor konstatáltak, hogy megdöglött mind. Hát előfordult, hogy egy pár hónap után már nem volt benne annyi, amennyi kellett volna. Igen. És hol grilleztétek őket? Hát a csarnok mellett végül is kín oldalt főztünk. Az korrekt nem bent. Nem, kín mellette. Hát úgy értve, úgy mellette, hogy a cégen belül volt ez. Aha. Hát nem benne a csarnokban, mert azért ott elég macera lett volna, de kín mellette így éjszaka meg lett főzőcskézve. Elég jó kis halászlé lett belőle. Miért a múlt idő? Kirúgtak, vagy kihaltak a halak, vagy mi történt? Nem, azóta én már nem dolgozom ott. Uh-huh. És most mit csinálsz a munkahelyeden? Őszgerincet, vagy disznót vágtok ti is, vagy most semmi extra? Hát most igazából szalonna sütésébe hóba volt már, meg tojás rántotta. Hát ezek ilyen szolidabb. Igen. Józsi, köszi, hogy elmondta, ciao. Oké, szívesen sziasztok. Fogtechnikai laborban történt a következő. Itt van egy hallgatónk, Hello Rita. Jó reggelt, sziasztok! Hello, na te mit csináltál a laborban? Hát nem én csináltam, hanem az idősebb kollégát. Persze, igen. Nem, én még ahogy túl fiatal voltam, én akkor még tanuló voltam. És az idősebb kollégák csinálták azt is, ráadásul a fogsorgyavítási részlegen, hogy ott nálunk rendszeresen működtek borszaszégők, vagy bunzanégők, amik mindig, mert hogy viasszal is dolgoztunk, és tolították a fogsorokat, felhúzták a nyársra a szalonnát, oda tették a kenyérkét, és elkezdtek szalonnát sütni. És akkor egyszerre terjengett a fog, javított fogsor illata meg a frissen sült szalonnáig. És a búzenégő sütötte meg a szalonnát? A búzenégő fölött sütötték a szalonnát, igen. És ti akkor kezdőként néztetek rájuk, hogy milyen bátrak. Micsoda profizmus. Bevállalók. Milyen bevállalatos. Azt egyébként mindenki tudja, hogy egy alap kémiai laborban, vagy egy analitikai laborban tökéletesen rendelkezésedre áll minden olyan eszköz, amivel például kávét tudsz főzni. Igen, nem kell hozzá kotyogó, nem kell hozzá semmi más, mert ott minden van, minden ott. Elég egy három láb fölé rakni a kotyogót, és azt is meg lehet csinálni. Ennyi, vagy még a kotyogó sem kell, mert hogy vannak ott hozzá kis legedények. Rita, köszi, hogy elmondtad. Köszi, csáv. Szívesen, sziasztok. Hello. Egy mentősofőr ismerősömet azért rúgták ki, mert öt mázsa krumplit szirénázva vitt Miskolcról Tiszalucra. Jogosnak érzem a kidugást. Ez 1974-ben történt egyébként, ide egy hallgató, szerintem nagyon menő. Vigyázzanak, jövünk. De hogy hova kellett szállítani a krumplit, ebben megint az érdekes, hogy miért kellett öt mázsa krumplinak A-ból B-be időre odaérni, és nem? Nagyon gyorsan. Mert úton volt a konkurencia. Igen. Nálunk a buszgarázsban tartottak bulikat, és addig tudták titokban tartani, amíg úgy bekarcoltak, hogy pucéran kergetőztek, és buszt akartak vezetni. Ezeket imádom. Nagyon el vagyunk maradva. Na jó. Ha akarod, szerzek ide egy disznót. Ha valamit csináljunk már, ne legyünk ennyire puhán. Mi régen a kincstár szerver termében vörösboros vaddisznó pörköltet főztünk. Az egész épületet bejárta az illat. Nagy csalódás volt a többieknek, hogy aznap nem volt pörkölt a menzán. Írja nekünk Neander. Na jó. Hát akkor nem, ez nem csak a mentőállomáson történik, nem? Valaki még erről a szerverteremről, azt nem tudom, beolvastad, mert ahogy pálinkát csináltak a szerverteremben. Hogy főztek? Nem a főzés, mert a cefrének állandó hőfok kell. Ugye? Szerverteremben van. Az azért jó. Ennyi. Aztán a főzést, azt megcsertek mások, gondolom. Szép. Na jó, megnézzük ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Azért, aki egyébként egy műhelyben lángvágóval melegít vastárcsát, amin aztán grillezik, azért az is kemény. Kicsit felmelegedik, és utána mehet a grillezés. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello Zoli, honnan hívsz minket, Zoli? Balatonföldvár.
Már nyugalom van. Igen. Így van, nagyon, abszolút. Ott is laksz egyébként? Nem, én csak dolgozom itt. Csak dolgozom, mit csinálsz? Hát pénztáros vagyok egy boltban. Pénztáros vagy, oké. Okay. Na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Jó, rendben. Figyelj. Mentőállomáson vannak. Itt vannak a mentőállomáson, igen. Na, egy rövid részlet jön, figyelj. Ez nagyon könnyű. Még egyszer. Nyárban és semmi baj. Így van, nyárban és semmi baj. Ez jó. Nagyon szépen énekel. Az együttes, akkor neve nem jut eszembe. Hát akkor egy dalcím, tudod, azt szoktuk elfogadni. Vagy dalcím. Együttes név, vagy dalcím. A nyárban és semmi baj, olvadok, mint a vaj, igen. Ez. UFO! Így van! Diszkokorszak 97-98, akkor ez. Így akkor van. Oda jó volt, nem? Nagyon. Hát ez tombolt a rádióban, meg az etában is. A nagy diszkokorszak, igen. Így figyelj, van. A főnök nőddel együtt hoztátok össze? Így van. De milyen jó a főnök, milyen jó fej a főnök nő. Ugye, aranyos. Tök jó arc. Igen, csinoska is, helyes, aranyos? Hát igen. Ajajajajajajaj. Hát várj, tisztáltuk, tehát nekem párom van, ne egyet. Persze. Ez azért egy szemét kérdés, mert mit tud erre az ember mondani egy élő rádióadáson, úgy, hogy ott áll mellette a főnöknő, ugye? Csak az azt. Egy varany. Igen, csak azt tudod mondani, hogy igen, nagyon csinos, nagyon helyes, ám ekkor ugye bajba kerülsz a párod előtt, akinél már este majd komoly mosakodásba kell kezdeni. Igen, kb. Ezért is nem akartam túl sokat elárulni, mert sokan hallgathatják főnökeim, stb. És így kiderül minden, hogyha másik elbeszélve is hallgatják, de most már mindegy. De ha nem lenne párod, akkor... Lényeg, hogy megvan az ajándékcsomag. Mondjad, Jani. De ha nem lenne párod, akkor esetleg el tudnád kérdezni. Nem? De miért nem? Miért nem? Mert van párom, és így, ez már így van megírva, tehát. Ja. Nagyon tiltakozol valamit. Mindegy, ebből jól már nem jövök ki, tehát. De, nagyon tiltakozol valamit, elnyomsz magadba, szerintem. Mi? Mert beszél ki magadból, mondd el, sokkal könnyebb lesz. Szóval hát, bejön neked? Nem akarok róla beszélni. Köszön. Látod, már beszélni sem akarsz róla. Egyértelmű, hogy bejön neked. Ha teresz valamit, rejtegetsz. Ha rejtegetsz, van titkolnivalót. Ha van titkolnivalót. Nagyon kipientek vagytok ma reggel. Érdekes. És a telefon se teszed le. Bizonyám. És a főnök vagyis, is ott van még. Tehát akkor jobb lesz. Tehát akkor még beszélni akarsz erről. Lenne mit mondanod, ugye? Nem, igazából az helyzet, hogy tehát nem akartam erről nyíltan beszélni, de ti jobban bejöttek, ezért hallgatom mindig a rádiót. Tehát ha mert egymás mérét szívjuk, akkor szívjuk keményen. És mi is már megvoltunk fejben? Hát csak aztán tudnád. Úgy, ahogy a főnök asszony? Már magyarázkodsz is, egyre gyanúsabb vagy. Na jó van, Zoli, jó munkát nektek. Köszi, ciao. Akkor mégsem akarsz róla beszélni? Nagyon elcsendesedtél. Mit titkolsz? 6 perc, pontosan 8 óra. És X-faktorozunk egy kicsit, a hírek után érkezik a negyedik széria, két mentora. Ez a mentor, ez egy jó szó, nem? Beívódott már a köztudatra. Így van, Tóth Gabi és Geszti Péter lesznek a vendégeink, úgyhogy velük folytatjuk a hírek után. 8 óra van, mindjárt jövünk, nem sokára. 8 óra múlt, pontosan 8 perccel. Háló mindenkinek. Jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, drága Morning Show hallgatók, megérkeztünk újra. Nem vágtunk disznót, nem csináltunk még semmit. Feri picit alágyújtott a pálinkafőzőnek, de kifejezetten csak a mi irodánkban. Úgy, élvezem. Komolyan. Azt tudom. Itt meg tudjuk csinálni azt az előtérben a vágást, hátul főne a pálinka. Te lubickolnál, ha egy ilyen szerepet kapnál, mint a munkahely HR-esebb, vagy hattáposa egyébként. Főzhetnél, nagyon nem? Csinálhatnál. Bizony. Hát, imádnál. Rotyognak gulyáságyóban. A jó kis hamis gulyás nekem, az igazi nektek. Hát mi bajunk lenne? Semmi, egyébként. Vannak közlekedési híreink, trafi van a négyesen, a Bocskai kertnél, ez Zsolti üzeni nekünk, valamint Szendehelyen a körzeti meghízott igazoltatja a kamionosokat. Halvány sárga küldte ezt nekünk. M2-es Pest felé a 28-as könnél Yetiből mérnek a rendőrök, Biggy Boy üzeni, valamint az Erzsébet híd Budáról Pesten már most nagyon durván beállt valamiért, a szokásosnál sokkal hosszabb a sor. Mi van ott elől, kérdezi T. Trafi Prügyön, a Műfház előtt, talán a Prügyi Duó, kérdezi valaki. De tényleg egyébként a kérdés nagyon jó. Vajon ebben a pillanatban most mit csinál a Prügyi Duó? Suliban van. Igen? Dolgozatot írnak. Lehet, hogy éppen dolgozatot ír a Prügyi Duó? Na, drágáim. M7-es 61-es kilométernél kis teherautó gumi az úton, szana szét, mindenki lassítson.
Na, hozzánk pedig már megérkeztek vendégeink, mindenki erről beszél, várja a város, várja az ország, hiszen holnap errajtól az új generáció, kérem szépen, az új X-faktor, Tóth Gabi és Geszti Péter, hello, jó reggel! Jó reggelt, jó reggelt! Balázs, nagyon vagy. Ugye? Hát iskoláját nem várom már, hogy elrajtoljon az az új generáció. A kutya fáját nem várom. Most mondjátok meg, nincs bennem kellő lelkesedés? Hát nem hype-oltalak föl benneteket eléggé? Olyan voltál, mint egy kezdő versenyző, aki nagyon fel akarja hívni már fel a figyelmet. Úgy feldiszkóztalak. A túl motivált a kategóriájában. Igen. Feldiszkóztalak benneteket. Köszi. Na, mi újság van? Nagyon szép és jó minden. Nagyon szép és nagyon jó. De nézem a Gabi kezét, mindig nem tudok leszokni arról, hogy ránézek. Van egy, Gabiba bele van írva minden. Nem, bele, én is. Ebből él a vács, nincs remény. Ugye, mint jó, igen, mert nagyon meg vagyok világosul. Picit elfogyat a saját gondolatok, ránézel. Igen, és Gabi alkarjára, és mindjárt folytra. Nehéz azért mit mondani, mert hogy Gabi egy meglehetősen, hát úgy is mondhatnám, köldökig kivágott fekete felsőben ül, ami nem lenne baj, de a két mellek között egy ómjel van, mi ráadásul te föltetoválva, tehát az egy ómjel, igen. Ránézés, mondasz egy ómjel. Akartam is mondani, hogy miért a kezét nézed. Igen, most, hogy kitértünk a tetoválásainkra. Mert én úriember vagyok. Mélyen legbelül. Na persze, ott mindenki ezt hordozza. Mert különben is annyira rendesen viselkedett a felvételek alatt, annyira helyes volt. Na hát majd erről beszélünk. De biztos Petri is van valahol egy tetoválás, nem? Valahol egy zsetonjel. Most majd a műsor után megmutatom. Zseton? Miért magadból indulsz ki, Jani? Én a zsetont a zsákra tenném. Így van. Azt a malegnak írtuk. Ha én zsetonjelet tetováltatnék magamra, azt egy helyre tudom csak elképzelni. Na, Gabi, kezdjük veled egy kicsit, hiszen azért Péter mondhatni most már azért régi motoros ebben a ebben a zsűri szerepben, vagy mentor szerepben. Hogy az első reakció azért egy ilyen meglehetősen érzelmes csaj vagy, hogy amikor így megszólalt a telefonod és fölhívtak, hogy figyelj Gabi, arra gondoltunk, hogy ugye azt tudni kell, hogy soha nem egyértelműsít az RTL, mindig vannak castingok, vannak próbák, tehát nem azt mondták, hogy gyere mentornak, hanem gyere, próbáld ki magad, beültettek egy bizonyos környezetbe, megnézni, hogy működik a kémia, mit csináltál, sírtál, énekeltél, ugráltál, mi volt, amikor megszólalt a telefonod? Pont ebben a sorrendben egyébként, tehát nagyon jók voltak ezek a castingok is, nagyon izgultam, azért nyilván egy sokkal másabb szitu, mert amikor ott vannak a versenyzők előtted, most már megtapasztaltuk, hogy azért az energiát működnek, sokkal másabb élőben látni őket. Tehát a tévében is, ahogy én néztem, mert mindig néztem, egy teljesen más volt az egész, mindig összesúgtam meg, a szegény Peti kapta, hogy tényleg Peti, és ez így van, és úgy van, és így lesz, és úgy lesz, tehát minden ő volt, aki mindent tud, a motoros, és igen, és nagyon, de hogy nagyon, nem is akartad nagyon elhinni szinte, gondolom, nem, mondtad, hogy gyere mentornak. Nem, és nagyon hihetetlen volt, ráadásul akkor még mentek a táncos műsorok, és nagyon fáradtak voltunk, mert ugye azért elég sokat nyomtunk ott is próbákat, és közben ez a hír, ez olyan volt, hogy aztán másnap ki is estem. Ha ez megvan, akkor ezt engedjük el. Igen, nem, tehát hogy annyira, nagyon, tényleg most sem fogtam fel, amikor beültünk oda először, és megláttam a nevemet a széktámlán, hát kész voltam, akkor fogtam fel, hogy igaziból én vagyok az egyik mentor, és onnantól kezdve, amikor már felfogtam, jöttek is ugye az ezzel kapcsolatos mindenféle kommentek, úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas. Háró hatt életben nem takarjuk el Tóth a keresztet. Igen, akkor vegyük már, csináljunk már valamit. Igen, de nem sírom szét magam, nem vagyok bőgő masina, nincsenek kirohanásaim, tehát abszolút. Nem, viszont elég pimasz. Az jó, ez nagy változás a női szerep után, hát azért ott ugye igazából az a... Amit a Feró vitt, ugye? Amit a Feró remekül csinált 3 évadon keresztül. Ha film lenne, akkor most itt kellene egy olyan kis bejátszásnak, hogy 3 hónappal ezelőtt. Tóth Gabi egy ilyen bőgő masina, mindig elsírja magát, állandóan kikészül, csinálja a cirkuszt, legyen ő. Igen, a választás, tudod. Igen. Meg fogok lepődni szerintem egyébként. Nem, meg az nagyon érdekes, hogy ő is, de Alföldi Robi ment, tehát nagyon nagy, hát ilyen érzelmi változás van, mert beült, tudod, úgy, mint hát az igazgató vagyok, és most úgyis elég jól futok így a művészeti életben, kemény vagyok, és tanár vagyok, és bizony volt olyan pillanat, amikor abszolút melberúgta egy jelenet, és méghozzá ott hatódott meg legjobban, ahol egy srác egy boldog dalt énekelt, és nem egy drámai őrület szabadult el, hanem egyszerűen kijött egy tök helyes fickó, és az árad belőle, az a fiatalság, az a szabadság, amit ugye mindannyian szeretnénk úgy visszakapni valahogy, és azt annyira meghatódott tőle, igen, ugye? Igen, és onnantól kezdve egyébként szabadon engedte így az érzéseit. Onnantól szerintem ott valami megszakadott. Igen, mert addig tényleg ez volt. Köszönjük szépen! És megkérdezte a srácot a Robi, hogy és egyébként honnan volt ez, mi ez? István a király. Ja? Szánalmas tényleg. Nagyon jól kezeli ezt a részét a dolgoknak most. Jó. De Gabi is nagyon-nagyon jó. És mondom, tetsz szemtelem.
szentelenül őszinte és pimasz, és én ezt nagyon bírom egyébként. Talán végre megismernek engem így az emberek, tehát hogy most már 10 év után lassan egy ideje lenne. Úgyhogy szerintem nem lehet. Van, úgyhogy igen, igen. Hát igen, csak igen. Máshogy öltözve nem tudnak az arcodra koncentrálni, komolyan tényleg. Ez zavar téged? Egyáltalán nem. De figyelj, hogyha mondjuk a Szikora Robi öltözne, egy az jobban zavar. Számomra nagy kérdője például Robi, hogy ő milyen karakter a mentoroknál? Az, ami az életben, mondhatni nem túl szigorú. Az egyszerű parafa kalapos rá. Melyik Robira gondolsz? Ezek szerint nem az Alföldi. Milyen, amikor dühös? Milyen, amikor kikel magából? Milyen, amikor majd leszúrja azt, aki rosszul énekel? Mert hogy a másik oldalát tudjuk, hogy hát a kedves aranyos. De hogy például milyen, amikor szigorú volt ilyen? Szó, de előtte annyit nem tudom, hogy szerinted azt el lehet mondani, van egy mondat, amit majdnem mindenkinek elmondott, nem? Melyik? Szóval a brites vagy, nem? Vagy egy kicsit olyan ja, igen. Egy kicsit brites vagy. Nem tudom, brites vagy, igen. Ez jó. Nem nagyon tudtam, hova tenni először, és akkor rájöttem, hogy igaz, mindenkinek ezt mondja. Ő neki van egy olyan szókészlete, ami behozhatatlan. Tehát úgy mondják, hogy mondjuk vintage. Tehát, vagy mondjuk, hogy klasszik. De annyira vicces, mert ez gyakorlatilag már egyáltalán nem a retro kategóriában van, hanem most már ez progresszív. És mi sokat tanultunk tőle. Tehát elején nem értettétek, megfejtettétek, és most már megy. Egyrészt más is. Meg hozzáteszem, hogy szerintem ő fogja a legnagyobb meglepetést okozni. Abszolút. Mint hogy annak idején a Feró is. Hogy a Ferróról teljesen megváltozott rengeteg ember véleménye. De miért? A Ferró nekem a nép egyszerű gyereke volt, beült és tök jól hozta. Igen, hozta, de közben kiderült, hogy óriási szíve van neki. Az igaz, az és igaz. És a Robinak pedig, szóval meg fogtok lepülni, teljesen másként működik, mint ahogy gondolnád. Az egyszerű farabbarabok alapos. Tehát, hogy az, hogy néha nagyon-nagyon kemény és egyenes mondatokat mond a zenéről. Ahogy kell. Máskor pedig olyan meglepő fordulatok jönnek, hogy visítunk a röhögéstől, mi is, akik mellett ülünk, és aztán körben is, úristen, miért mondtam valami, ami vicces volt? Tehát, hogy igen, a legjobb nem veszi észre, amikor nagy vicc van, tudod? Igen, igen, de egy zenei lexikon egyébként, tehát tényleg iszom a szavait, tehát ahogy el tudja kezdeni, visszamegyünk 70-es évekbe, és akkor mondja, John Paul, kivel, George és Ringo, mindent, tehát minden már minden áron, minden tudunk róluk. Minden dalba kicsit belehallottam. Minden dal onnan indul. Tehát csak Beatleson saját életéről nincs? A legendáriumból? Hát mi is sokat beszélgettünk, mert én ülök mellette, és ráadásul én reggelenként és esténként is együtt mentem haza vele taxival, úgyhogy egy kicsit térítettük is egymást mindenféle irányba, jókat beszélgettünk, és aztán ami a legfontosabb az ne röhög Gabi hangosan, mert hallják az országban, hogy mondjam neked, ugye én a 80-as években, amikor elkezdtem dalszöveget írni, akkor ő lett a legnagyobb király. És mi találkoztunk aztán néhányszor, például a Wayne's World című filmben együtt szinkronizáltunk. Ő ezt hogy ejti? Ő Vénvilága. És nagyon jóba lettünk, és én nagyon megkedveltem őt. Hogy mondjam, nekem azért is jó egy ilyenbe beülni, mert mindig azt mondtam a műsorban, mert az a helyzet, hogy az összes előítéletedet le tudja bontani. Olyan emberekkel szemben is, akiket egyáltalán nem ismersz, hogy kijönnek egy színpadon, és utána megismered őket, de akár a szakmai kollégáiddal szemben is, hogy tudod, közelről mindenki sokkal barátságosabb és értelmesebb, mint messziről. Remélem, ez velem is így van. Nem még fordítva is. De tényleg nagyon szeretjük meg egy hihetetlenül jó ember, tehát hogy nagyon ez a tiszta lelkezet, ami van, egyszerűen hihetetlen, hogy mindenkit meg tudsz elidíteni egyébként, nem? De persze, közben meg kijön belőle néha, van valami néha kis agresszió, amikor meg hirtelen átlap. Kemény, fő, kemény. Igen. És néha ránézett a Kabir, és azt mondta neki, hogy hé, srác! Akkor nem volt teljesen a figyelzában. Mondjuk neked a Szikora mellett ülni egyfajta felüdülés a keresztes után, nem? Tehát, hogy... Hát, igen. Mire gondolsz? Mondd már csak a kevesebb istápolás, a kevesebb lelki gyúrás. Hát kevesebb papír zsebkendőt fogyott, ez kétség. Az Indinér azért kellett a támasztás, hogy... Kellett, de a másik oldalra a Feró támasztotta, tehát abban meg voltunk ketten. Kivel fogjátok most osztani egymást? Mert te a Feróval azért ott egy ilyen kemény osztás volt. Most ki a beszólós? Ki a nép kicsit egyszerű Feró jellegű gyermek? Ami egy jó karakter volt a mentorok. Az a földi? Hihetetlen jó színész ez a Robi. Minden megold. És Péterrel egyébként nagyon, hát ti vagytok, akik úgy... Van csörte, a Gabi rendszeresen hozzábújik, tehát ezt azt figyelem, akkora páros lettek. Te figyelj, Jenő Lujza és Jenő. Csak azért, mert nagyon messze ülsz. A fenéket. Úgy összejöttetek, mint a szél. Jó, te meg a teljes vélemény egyes. Hát kétség fel. Hát nagy egymásra találósok voltak. Kérdezek én, aztán ti majd, vagy inkább te véded a Mundér becsületét. Mondjuk meg őszintén azért, ugye mindenki arra kíváncsi nyilván, hogy most milyenek az énekesek több szempontból is. Ez ugye egyrészt egy énekverseny, és ezt a harmadiknál azért talán kevésbé éreztük. Mármint, hogy ez egy énekverseny. Tehát, hogy az a
megértem az új generációt. Ez egy bárki találta ki, kell az új generáció. Ott a kijelentő mód kérdő módál. Ez egy énekvers. Igen, a harmadik évadban ugye néhány versenyző tette arról, hogy ezt megkérdőjelezze. Nyilván most mindenki arra számít, hogy na most aztán oda kell tenni és kiköszörülni az előző évad csorbáját, ugye? Uh-huh. Milyen csorbát? De mondhatnék én neveket. Stone, Zámbó Krisztián, kik voltak még? Akik azért helyesek voltak, aranyosak, csak énekelni, kevésbé tudtak. Nem is kell többet mondani, ez bőven elég ahhoz, hogy úgy gondolják az egész. De keveredtek oda olyanok azért, akik ugye hát nem biztos, hogy például egy első évadban megállták volna a helyüket. Igaz, Balázs már régen vezette ezt a műsort, és nem emlékszik a briefingre, tehát hogy az énekverseny szót, az viszonylag ritkán használjuk. Szemben mondjuk egy tehetségkutatóval. Amiben szerintem egyébként valóban. Hát Stone-ban kellett kutatni, legyünk őszintén. Nem? Kutattunk, mérástunk, keveset találtunk, hát, nem? Igen, ugyan nem én voltam a mentora. Ez igaz. Meg kell mondjam, hogy lehet, hogy többet ki lehetett volna hozni belőle azért. De nem is az a lényeg, hanem az, de hogy... De sokat küzdöttél azért, hogy ne te legyél? Nagyon sok politikot. Sörhelyek fogytak el ott, hogy ne én legyek. Figyelj, az az igazság, hogy szerintem ez az év nagyon erős lesz. És ezt nem a kötelező promóció mondatja velem, hanem az, hogy én már ugye nagyjából sejtem, hogy milyen mentorátjaim lesznek, és tökéletesen elégedett vagyok velük, és egyáltalán nem érzek semmiféle kompromisszumot abban, hogy ez a nanoszt becsúszott azért, mert nem volt itt jobb. Az a helyzet, hogy szerintem idén többen és másfajta értelemben, vagy másfajta emberek jöttek el castingra, és ebből szerintem egy nagyon erős, sokkal erősebb dolog született meg, mondjuk, mint esetleg korábban egyrészt. Másrészt pedig, tudod, ez olyan, mint a borkészítés. Egyik évben ilyen a termés, másik évben olyan a termés. Egyet le tudok szögezni, minden évben lehet találni 12 embert, aki érdekes lehet, és legalább 6-7 van mindig, aki szerintem nagyon jó is. Tehát azt gondolom, hogy ebben az értelemben nincsen gond. Persze, ez most már mindenkes, hogy ember megszokott, már annyira régóta, mint már az X-Factor Peti, most már tényleg menjünk inkább főzni valami műsorban. Csináljunk már valami mácsasokkal, hámos már, mit üzte már. Én figyelj, de azt tudom neked mondani, nekem akkora élmény volt tavaly az Olá Gergővel, meg a Dávidra, meg a Zolival végigmenetelni, hogy ezt én, nekem ez tökre belefért, hogy idén is beüljek, és nagyon jól éreztem magam, főleg a Gabiek miatt. Meg, hogy kiszúrtam magamnak egy-két olyan versenyzőt, akikkel nekem nem olyan gondom nem lesz, hanem hogy azt gondolom, hogy nagyon iszonyú tehetségesek és marha érdekesek. És még valami, hogy ugye 2,5 hónapot ülsz legalább élőadásokon keresztül emberekkel. Nem a szerződésről és nem a léről szól ez, hanem arról szól, hogy szereted velük csinálni, vagy nem szereted, mert ha nem szereted, az úgyis lejön, és látszik a pofádon, és akkor inkább ne csináld. És az igazság, hogy ebben az értelemben én nekem nincsenek aggodalmaim, szerintem nagyon jó lesz. Hát a Gabi, hát azt majd nem látjuk. Nem, tényleg az van, hogy azért én is próbáltam úgy, hogy kicsit tudatosabban nem engedem magamhoz közel, így nem már most, nehogy legyen kedvenc, jaj, nem, majd én. Aztán amikor így jöttek, csak jönnek, és az ember látja, amikor valaki kinyitja a lelkét ott a színpadon, és dallamokba odaadja neked, az egy olyan fantasztikus dolog egyébként, és tényleg most már így átérzem a Péteréket, hogy nem túlzások voltak, tehát, hogy egy csomószor a tévénézőnek az jöhet le, hogy jaj, ez a rájátszás, jaj, ne pacsarjunk ki csak egy könycseppet is, csak azért, hogy só legyen. Nem, ezek tényleg nagyon valósak, és nagyon boldog vagyok, hogy ennyi tehetség van, és fiatalok, és boldogok, és még tisztaság van. Nem, csak nagyon jó, én tényleg a tisztaság a szemükbe, úgyhogy szerintem az emberek fel fognak töltődni. Azért is nagyon jó, ez egy saját személyes véleményem ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy te bekerültél. Azt hiszem, hogy a rádió közös véleményet. hogy azért nagyon jó, hogy most te bekerültél a négy mentor közé, mert van egy rajongó alkat. Tehát, hogy én a Gabin azt láttam így korábban is mindig, amikor így megnyilvánult bármi, tévé, rádió, akármi, meg személyesen is azt láttam, hogyha valami jó dolgot látsz, ha jó dolgot hallasz, akkor rajongóvá válsz. És abszolút. Ez tök jó. Igen, abszolút így van, mert és ez a fásult kiégett öregeken meg nem? Szegény Peró mindig így jön, szóval csúnya dolog így. Igaz, bocsánat, most nincs ütek, nem tudja megvédeni magát. Nem beszél a hadék, vagy hogy belerúgsz. Tényleg az nagyon megtisztelő, és nagyon boldog vagyok, hogy 25 évesen itt ülhetek, tehát hogy így nagyon sokat dolgoztam. Te még csak ennyi vagy? Igen. Honnan jönnek még? Én ezen mindig gondolkozom. Felnőnek. Tehát azért azt gondolom, hogy azért átlagban 17-8 évesek, akik mondjuk tavaly előtt még fiatalok voltak, nem érettek be, most így pont beérnek, és itt van a helyük. Tehát azt látom, hogy mindig, ahogy megöregszenek, egy kicsit megérnek, mindig lesz valaki, aki olyat oda fog...
hát rakni, meg vannak egy csomóan, akik próbálkoznak ám évről évre mindenféle műsorokban, nem akadlan csak ebben, másban is van, aki külföldön is próbálkozik, van, aki más típusú tehetségkutatóban, van, amikor nem jön össze, és van, amikor ezt csak összejön, mert összeáll valami. Hát ez ugyanúgy van, mondjuk egy nagyszerű foci csapat, egyik évben embertelen jól megy, másik évben valami pici változás miatt egyszerűen semmi nem jön össze. Szóval ez ugyanígy van itt is. Most jól fog menni majd. Az mind múlik egyébként, hogy utána valakiből még legyen valami, mert hogy én azért azt látom, hogy baromi sokan vannak, és talán az egy tizede tudja megvetni igazán a lábát. Tehát akár az utolsó évadot, ha nézzük, nagyon keveset hallok az ott felfedezettekről, most az Oláh Gergőről hallottam, hogy talán most érkezik valami lemeze, de hogy nincs annyi fellépése, mint mondjuk a Vastagnak. Tehát, hogy mi az a plusz, ami még kell? Oké, jól énekel, de hogy mondjuk a 30 emberből, aki bejutott a 3 évad alatt, talán 4-5 olyan arc van, aki azóta dolgozik és megvetette a lábát. Tehát többiek igen, végleg eltűntek. Mondjuk ez visszamenőleg minden tehetségkutatóra is vonatkozik, ugye, hogy nem nagyon maradtak fenn. Nem így, nagyon tudnak fennmaradni, igen. Mert tehát igaziból azt gondolják az emberek, amikor ide eljönnek, hogy akkor itt ez ennyi, és akkor utána nekem már nem kell semmit csinálnom ezért az egészért, hanem majd minden jön a popsim alá, és akkor majd a menedzserek elintézik helyettem, de itt ugyanúgy nagyon keményen meg kell küzdeni. Minden nap fennmaradni a mókuskerékbe, ott, mert egy picit kihagysz, és elengeded a magad, akkor már összeborult az egész, én azt gondolom. És nagyon sokan abban a hibába esnek valamit, látok, hogy na, jó, én most aztán sztár lettem, most akkor már itt voltam, elértem ilyen helyezést, hívjatok itt a telefonszám a menedzseremnek, hogyha bármi. Én amondó vagyok mindig, hogy ez jól hozod ezt a karaktert. Volt időd, ezt elhelyettem. Tóth Gabi voltam Tapolcáról, és én is átmentem ezen. Képzeld el. De most már miért szépen beszélek ahhoz képest, ugye? Abszolút, nem hiába járattalak beszédórákra. Na, és a másik pedig az, hogy hát legyünk őszinték, hát egy olyan gazdasági környezetbe kerülnek ki utána, ahol nagyon nehéz érvényesülni. Nem csak nekik, a profiknak is. Tehát kérdezd meg a Gabit, hogy hány buli van ahhoz képest, ami pár évvel ezelőtt volt, vagy nekem is, lehet látni, hogy az és emberek egyre kevesebbet fizetnek mondjuk a zenéért, ugye erről a Ferivel beszéltünk odakint. Nehéz, nagyon nehéz, és arról nem is beszélve, hogy a menedzsmentek, a professzionális menedzsmentek azok, hát szerintem más iparágokban dolgoznak. Mert hogy a magyar popzenéért senki nem akar fizetni. Nem csak ő miatt. Megkapod ingyenesen, ugye megkapod a ingyenesen, ha meg nem, akkor ilyen meg abszolút nincs koncert, nincs így van. És ez kétségtelen nagyon nehéz. Nekik még nehezebb, mint akik már régebben a pályán vannak, de ez mindenkit egyformán sújt. Úgyhogy ez a torrent koncert. Hát meg tessék tanulni a Vastagtól, aki megy haza 5 darab felépés után szombaton, és hallél 17:30-kor még fél pénzért beugrik egy karaoke buliba. Nyitva volt akkor. Balázs, Balázs, ne haragudj, Balázs, megálljunk, Andor. Á, mennyi van? 17:30 reggel, nem akarsz elni? Á, ugorjunk be fél pénzért, még tolok 2 dal. Balázs, kocsi, megáll be, Vastag 3 dal, fél pénzért. Tök jó. És összefutott Gáspár Lacival. Zseni a pali. Tegnap pont találkoztam, mondom, még mindig hány, toljuk túl, ami a csőn kifér. Így kell. Tehát, hogy vállalkozó típus. Igen. Tehát, ő egy vállalkozó típus. Ő egy énekzenei vállalkozó. És nagyon jól csinálja egyébként. Mások meg egyáltalán nincsenek felszerelve ilyen készségekkel. Igen, de azért mondjuk remélem, bocsánat, a mentorátjaim majd megtalálják azt az arany középutat, hogy ne egy kiégett valamit lássak majd a színpadon, aki széthaknizta magát már 20 évesen, és más semmi nem villanyozta fel. Bár már ott tartana, ugye? De hogy tényleg abszolút. De ez is egy érthető választás, hogy van 2-3 évem esetleg, akkor én azt kipörgetem, megpróbálom megalapozni, nem? Tehát ha viszont 10-ből 4-et visszamondasz, tehát ki a fene mond egy ilyen helyzetbe vissza bulit, nem? Igen, de már az elején egy kicsit talán megfogjuk ezt a zenekaros dolgot, vagy valami unplugged, vagy valami legalább hangszer jelenjen meg a színpadon, akkor lehet, hogy már egy kicsit hitelesebb a dolog, és hosszabb távra hát igen, is. Igen, de amíg egy falunapon viszont egy nap alatt megcsinálsz 4-et, szóval itt van az egész bőle, ugye? Hogy igen. Bár választás kérdése ez is. Hogy az egész, úgyhogy ez nem lehet mit csinálni. Ja, persze. A műsor odáig tudja a felelősséget vállalni, hogy a srácokat kiválasztja. Ez így van, nem is kell tovább. Elmegyünk velük a csúcsig, amikor csak lehet, és utána nyilvánvalóan ki kell lépni felnőttként az életbe, ahol egyébként egy olyan környezet fogad, ami hát, húha. Figyelj, szóval az húha, az komoly húha, és ahol a legnagyobb kérdés az, hogy születik egy jó daluk, lesz-e legalább egy-két olyan ember közöttük, aki nem csak a bulikat foglalja, hanem gondolkodik bennük, mint előadó, és hogy az úgynevezett art részét kitalálja. Tehát kitalálja, ki, mi legyen az ő zene identitásuk. És hát, hogyha őszintén egymás szemében nézünk, ebből nagyon kevés ilyen ember van. Nagyon kevés. Így van, igen. Peti, ha megszomjaznál, szólj a Titusnak, hogy hozz egy kis bort. Ez vász? Vász? Vagy sört? Várj, nekem is itt egy üzenet, hogy nem merem kimondani ezt a svancmasszázs, de nem tudom, hogy mit jelent. Emlékszel erre a részre? Amikor a tavalyi... Amikor a tavalyi részén a Titus volt a mentorod? Figyelj. Hogy nem emlékezni? A mentor segéd volt. Mentor segéd volt. Hozz egy kis bort. Ne, inkább sört. Ne, bort. Nem, mert... De rendesen elmentél. Nem, mentorod volt. Nem, mentor segéd. Mi volt? Képzeld el, hogy benne hagytak egy olyan részt, hogy álltok ketten gondolkoztok, és te mondod, hogy megszomjaznál, és oda szóltál Titusnak, figyelj, mi ezt imádjuk. Hozz egy kis bort.
Ne sört? Nem, bort. Ja, tényleg, nem hiszem, és a típus elindult borért. Yeah, segéd, mi többször visszajátszottuk. Yeah. A segéd, segéd. Segéd, segéd, ugye. Tudta a helyét, tudta a helyét. Mester, ezt kéri azt hozzá. Nagyon, nagyon jó volt, igen, nagyon jó volt vele. Nagyon jó volt vele. Vitatkoztunk, és egyébként be a találatai között benne volt egy, aki végül is megnyerte. Igen? Igen. Igen, de mindegyikre szavazott. Tudod, hogy nem hát biztosra ment, biztosra ment. Tudod, hogy nehezen vállal a felelősséget, igen. Nem tudom. Kérdezi valaki, szikorának ez csak egy nagyszabású Gida Gusting? Abszolút, tehát volt olyan pillanat, amikor voltak nevek, ugye előttünk kijön milyen versenyző, azért odaírtam elég Gidás, Gidás vagy. Abszolút Gidás vagy. És valahogy én próbáltam itt pályázni erre a dologra, hogy megnézni egy ilyen, csak ugye elmenni egy ilyen castingra, hogy milyen, hogy miről szól, mit kell ott csinálni egy Gida castingon, vagy nagyon érdekes egyébként, mert nem szokta ezt annyira. Nem, ez egyetlen. Nem gidáskodik annyira. Csikidám néha becsúszik, de belefér. Jó, hát az a védjegyet. Az egy logó, így van. Te már a hármasban már túl vagy minden formációm? Most nem tudom fejben. Mire gondolsz? Szuperkos a téma, de két pasival, három nővel, törpével, és farkas kutyával. Bárányokkal, tehenekkel is farkával. Nem, hogy mi volt, hogy voltak a fiúk, próbálom visszatekerni, ugye? Hát az ember logikázik fejben, nyilván elmondani, úgyse fogjátok, hogy kit kapott, de hogy te min vagy túl? Te túl vagy már a fiúkon? A fiatal lányokon, a fiatal srácokon és a csapatokon. Csapatokon is. Mm-hmm. Akkor te nagyjából. Én már szortimentet kipróbáltam mindenhol. Igen. De az, hogyha az eredeti kérdésedre visszatállhatok ezzel. De a kedvenceid még mindig a fogzás előtt álló borjuk. Fogzás! Ugyan nem jelentkezett idén. Kutyafáját, hát pedig megkaptad volna. Gabi, te gondolkoztál, hogy kinek, tudom, hogy nem mondhatod, de nem is kell, csak örülnél, vagy ki tudnál irányítani? Hát azért utána az már egy személyes felelősség átvenni három embert, három csapatot, három lányt, ez nem könnyű. Nyilván a csapatokkal elég nagy bajba lennék. Azzal mindenki, attól mindenki azért menekülne, vállal le nyugodtan. Az mentorként szerintem halára vagy ítélve. Idén azért egy kicsit érdekesebb, mert kicsit rendes zenekarok is vannak. Pont egy fokkal érdekesebb csak számomra. De Nonkában ez sokkal bonyolultabb. Tehát az igaz. Azért színpadra rakni énekeseket, zenekarokat, az azért nagyon kemény. Egyébként én a lányoknak is örülnék, fiúknak is. A 25 felettieknek nem tudom mennyire, mert hogy mondjuk nem tudom mennyire bennének komolyan. hogy ez egy kicsit ilyen necces lenne, de hát nem hiszem, hogy ezen múlik. Tehát szakmailag biztos nagyon sokat tudnék nekik segíteni. Ilyen régi ismerősök vannak, akik újra próbálkoznak? Nárovid, hogy hívnak beleteket? Stone is barátai. Stone, a múltkor már megmondtuk neked, hajt abba. Zámbó Krisztina ismerő. Ez a paróka nem rossz, Krisztián, mert ezt mondta, hogy ledobod és kivész. Vannak visszatérők, és vannak, akik azért emlékezetesek, mert már első alkalommal is rettenetesek voltak, és vannak olyanok, akik nagyon jók voltak, és hát ott Balázs azért azt már tudja nagyjából, hogy szóval, hogy van, amikor ez drámai, hogy amit elsőnek jónak láttál, az most egyáltalán nem tetszik. Vagy fordítva, hogy tavaly még sehol nem volt, és egyszer csak most van, teljesen meglep. És hát vannak a teljesen elmebetegek, akik mindig standarden hozzák ugyanazt a rettenetet. És most örülök, hogy egy új mentorcsapat megnézheti újra a közönről. Igen, hát te már ismerősként köszönted őket, igen. Igen, ez olyan furcsa, hogy van egy csomó ember, akire egyáltalán nem emlékszel, pedig, és aztán sértődötten hivatkozik rá, de hát ő már volt itt. Igen. Mondtam, hogy lehet, de ezek a mentorok még nem voltak itt, úgyhogy ne arra, hogy nem emlékszem rá, tudod. Ez úgy megváltoztam, nem emlékszem rá. Tehát akkor a bolondokat, az őrülteket azért nem busszuk meg, lesz egy-kettő. Nagyon nem, abszolút. Lesz meg mondjuk ő az a típus, vagy ők az a típusok, akiket nagyon eltanácsolni nem tudsz, nem? Sőt, örülsz is neki szerintem, műsorkészítőként is, hát meg figyelj, az eleje félig meddig kabaré, félig meddig tehetségkutató. Ugye az elején azon röhögsz, hogy mennyire nem tudnak énekelni, a végén meg azért nevetünk, mert valaki nagyon jól tud énekelni, és megnyeri. Igen, mert sok rossz után jön egy jó, akkor az egy falat kenyér tényleg, tehát így, ha végre, és azért volt, hogy Péternél kivertük a biztosítékot, tehát hogy nagyon hárman, nagyon egyetértünk. Ja, tényleg. Szegény fogta a fejét, vagy a kis hogy őt ne, lapját. Őt ne, inkább igen, ne. Igen, úgyhogy voltak, hát nyilván ő már rutinosabb, aztán utána már nyilván rájöttünk, hogy igaza volt. Na hát azért. Hát volt egy pár ilyen, amikor tényleg Úristen, ez hogy a francba történhetett meg? Tehát, hogy... Hát meg az érdekes, hogy mondjuk az Alföldi Robi tényleg sokszor mást lát egy előadóban, mint én, tudod? És én azt gondolom néha,
hogy aki még nem okvetlen tudja kibontani magát, de már látszik benne valami, főleg popzenei értelemben, azt engedni kell tovább. Ő pedig már rögtön az elején kiszorná, ő szerint az, az nem úgy van, az nem lehet megtanítani neki, különben is jöjjön vissza, mert papucsba jött be, menjen. Aha. Tehát, azt gondolom, talán új szempontok. Persze. Egyébként nem rossz szempontok. Maga menet az ugyanaz, casting, színház, zsűriház és élő, tehát nagyjából ugyanígy épül föl? Abszolút. De semmi változás. Hát lesznek bizonyos változások, de annyira nagy változások nem lesznek, tehát maga tematikájában így épül fel az egész. A hosszú folyosokat biztosították, hogy látványosan végig tudjál rajta sétálni? Igen, és hála Istennek ez nagyon jó, hogy magas sarkú cipőben macskakövön. Hátul a rokonokat kiölelgeti, akiket én ölelgettem az első évadban. Kikapta a rokon ölelgetést 4 napon keresztül, álljott, ölelgesd őket. Az neked kemény maga ugyan Balázs, ugyan. Tudom, hogy szeretted csinálni. Azt ki csinál 4 napig bezárni, hogy ha 6 négyzetméteres teremben rokonokkal, úgyhogy mindegyiket meg kell ölelned minden pillanatban. Most ha sír, azért, ha nevet, azért. Most gyerekek, 200 embert öleltem meg, hagyjatok egy kicsit békén. Amikor már az utasítanak a hangját, már a néző is hallja. Ölej meg már valaki! Nem érted? Most néztük végig a Feróval, végignéztük az első évadot, amikor még te voltál az ölelő ember. Igen. És hát nagyon volt egy jelenet, ami nagyon vicces volt. Amikor csak ott álltál, mint egy ilyen magányos kutya. Az úgy éreztem magam. Hiddel úgy éreztem magam. És akkor bent valaki visított, üvöltött, nyekergett, rozsdás hangon, nem tudom, csinált, és akkor kikiabáltál az ördögön, hogy gyere, ezt nézd meg! Van egy jelenet, hogy ezt nem hiszed el, gyere, ezt nézd meg! Ugye ezt a nézők nem tudják, ezt 5 napon keresztül forgatjuk magát a casting rész. 5 napon keresztül reggel 8-tól este 10-ig álltam 4 láda között. Aki jött, megölelte. Mindent is tártam volt, engem nem érdekelt. 3. nap, gyere, megölelek. Forogjon a kamera, megölelek. Ne, már mindegy volt. Mindenkit meg kellett ölelni. Az várható, hogy a műsor folyam közben a Malek és a Feroly Trabanton bejön még? Van az a pénz. Az alföldi mentorátja lesz, akkor simán egyébként. Bejönnek, kicsit körbenéznek, balra esétálnak. És igen, ami érdekes újdonság, és hát nekünk még nagyobb feladat, hogy minden héten 2 adás lesz. Ja, tényleg a szombat vasárnap, ez az élőktől, ugye? Tehát sokkal kevesebb időnk lesz felkészíteni a versenyzőket. Így van, és egy kicsit aggódom amiatt, hogy azért a srácoknak szükségük volt a vasárnapra korábban. Tehát a szombat után, tudod, aki kiesett, azt elsirattuk, elbúcsúztattunk, kicsit elmentünk, a srácok berúghattak, és akkor másnap pihi volt. Itt most nem lesz ilyen, hanem minden nap próba, adás, és utána a hétfőtől újabb énekóra, ha még egyetlen versenyben vagyunk. De vasárnap már nem az összes énekel, nem? Tehát ott bár egy szűkített keret megy tovább. Szavazás lesz majd is. Uh-huh. És egyéb nyalánkságok, például ölelő verseny is. Gyerekek, ott vagyok, szerintem nyerem. Tehát, bár a Nória az utolsó 2 évben, amikor nem voltam, hozott rajtam, de még szerintem még mindig vezetek. Nagyon kemény lesz nekik, tényleg nyers 3 nap, ami olyan, hogy tényleg most hát akkor... Hát te tudod, mert ugye te már voltál ilyen típus edzőtáboros versenyben. Abszolút tudom, tehát nagyon kemény. Tehát megtanulni a szöveget, nem ráparázni, nem bestresszelni, először odaállni. Nem berúgni. Nem vállalhatatlanul viselkedni. De hát ezért vagytok ott, hogy ezeken majd átsegítsétek. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy köszönjük. Itt voltatok nagy kalappal nektek. Köszönjük, Tóth Gabival és Geszti Péterrel beszélgettünk. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 10 perc van, pontosan 9 óra. Hello mindenkinek. Jó reggelt. Bemrakparton kertészek dolgoznak, a főutca torlódik. Ott mindenki figyeljen, valamint az M6-os 112-es kilométerénél Szekszárd felé kaukázusi juhászkutya rohangál az autópályán. Üzente nekünk Laci. Hát igen. 12. kerület Szent Orbán térnél a japán étterem parkolójában egy rendőrautó áll, mellette pedig 2 ifjú rendőr lesik a szabályszegőket. Mindenki menjen lassan a kanyarban. Ezt is kaptuk üzenetben. Oké, köszönjük a híreket. Játszunk, mert annyira elment itt az idő a Péterékkel, hogy már másra nincs is nagyon. Valakivel már is játszunk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello, Peti! Jó reggel! Ja nem, Patrik, bocsánat! Patrik, de nem gond. Nem, én nem tudok olvasni. Hello, Patrik! Hello! Honnan hívsz minket, Patrik? Sopron mellő. Sopron. Rossz kedved van? Morcos vagy? Valaki belekényszerített a játékba? Vagy? Na, fölkeltettek, de ennyi. Imádom, mikor valakit beneveznek a játékra, majd a műsorvezetőkön és a műsoron áll kissé bosszút. Ki keltett föl, vagy ki volt ennyire erőszakos? Hát az Anna. Na, de ki jelentkezett a játékra? Igen, tehát hogy nem hagyom az Annát bántani, mert hogy az Anna azokat hívja vissza, akik egyébként jelentkeznek. Igen, beírt találomra egy számot az Anna, és rácsörgött? Nem, hát jelentkeztem, aztán visszaaludtam. Ja, bocsánat, te ne haragudj. De még mindig letehetjük, és lehet más, ahogy gondolod. Dehogy is. Na, azért picit lelkes vagy. Oké, mivel foglalkozol, Patrik, egyébként mit csinálsz?
Hát édesapámmal villanyszerelek Ausztriába. Villanyszereltek Ausztriába. Ti is azért mentetek, mint sokan mások, hogy ugye egyrészt határ közel, kettő, hogy gondolom egész egyszerűen jobban lehet keresni, nem? Hát persze, igen, igen. Mennyit keres ott kint egy villanyszerelő körülbelül? Csak hogy mindig azért kérdezem, hogy érezzük a különbséget, nem a pénztárcátokban vájkálok. Hát, most mennyit? 1300-1400 eurót. Azért ez egy 450 ezer forint, igen, amiről beszélünk, hát itthon egy villanyszerelő annyit nem keres meg. Oké, Patrik, felkészültél? Igen. Egészségedre, mi Patrik. Is? Elnézést, küzdök a poratkák. Na, mi is megint? De most kitrüsszögte, vagy 300-an. Igen. Gyerekek. Így szól az első kérdés, dedikált nyakbalkasztói. Melyik sportág képviselője minden idők legsikeresebb olimpikonja? Úszás. Úszás, így van. Michael Phelps. 18 olimpiás úszóból. Szép volt. Mehetünk tovább? Persze. Mehetünk tovább. Jó, így szól a második kérdés dedikált Egér Alethez. Hány ország található a skandináv félszigetem? Hú. Nem annyira nehéz. Hát ennyi van. Ennyi idő nincs. Ilyenkor tippelni kell. Legalább mondj valamit. Mit mondanál most? Kettő. Hát, akkor az rossz lett volna. Három. Három. Három, mert hogy Svédország, Norvégia és Finnország egy része. Így van. Az ennyi. Patrik, rövid volt. Aludj vissza akkor még. Jó? Okay. Köszi. Ciao, hello, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Péntek van. Peti. Yes. Hello, igaz? Ura. Drága jó Peting összegezte a hét híreit, azt nézem, hogy miről, vagy kikről énekel majd. Kémnek néztek egy magyar gólyát Egyiptomban, hát erről is sokat beszéltünk. És romantikus hangos könyv készült tyúkoknak, hogy jobban toljanak. Peti a János Vitéz szárnyas verzióját készítette el a magyar tyúkoknak. A címe ez. Szárnyas Vitéz. Jó. Na jól van, várjuk már. Peti hetessel folytatjuk a hírek után, 6 perc van, pontosan 9 óra. Szép jó reggelt kívánom mindenkinek, 9 óra múlt, pontosan 8 perccel. Hello, itt vagyunk. Hello, azt hello, szeretném hello. Kérdezni megint az időt, te értesz hozzá az időjárás sosokkal kapcsolatban, akik ezeket jelentik, hogy az hangzott el az előbb, hogy az év utolsó napos hét, a nyár utolsó napos hét. Bátor, hogy, szerintem. Hogy mondjuk így októberben nem lehet még egy, hogy az esélyt azért adjuk meg. Én is azt gondolom, hogy még azért pont a szeptember közepén vagyunk, tehát most azt mondja, az utolsó jó idő. Nyilván a hőmérséklet egyre inkább csökken, de még azért lehet. Indián nyár. Jövő hét közepére mondanak egy hideg frontot, de utána szeptember végén még egy 25-26 fok simán. Legyen már egy kis napsütés még egyszer-kétszer. Én azért még a szikrázó havat is megnézni. Az utolsó napos hétvége. Végetek van, a pusztulás, a sötét. Igen, kicsit a meteorológia is megy azért a híradós bulváros elvárások után, nem? Tehát, hogy egy sima, jó idős hétvégét úgy felkonfolni szeptember közepén, vagy úgy kiadni, hogy az utolsó vége. 8 hónap hideg, haláló. Végig sötét. Lelesötétség. Ezerődik tartó. Ott lesztek mind. Tehát, mint ebben a nagy média összeesküvésben már a meteorológusok is benne lennének. A tartsuk félelemben, ijeszgessük az embereket, és mint egy, tegyük őket minél inkább irányíthatóvá. Nem, hiszen ha félsz, irányítható vagy analógia alapján. Ha tudunk félelmet kelteni, és meg tudunk téged ijeszteni, amit ugye csinál a modern média, mint egyfajta propaganda eszköz, akkor te majd segítséget kérsz tőlünk, és ha félsz, segítséget kérsz. Ha segítséget kérsz, akkor pedig azt fogod csinálni, amit mi mondunk. Na most már ebbe benne vannak akkor a meteorológusok is. Nem? És aztán? Sehova nem. Utolsó ítélet. Rejsz András voltam. Nem mozdulj ki, ne menj sehova. Igen, kicsit bulvárosodik, így maradj otthon. Jó az nekünk, kevés ember az utcán, nem gyülekeztek, nem mentek sehova, nem akartok semmi rosszat. Nem forgattok semmit a fejetekbe, hisz jön a hideg. Mindenki körbenéz, hogy 28 fok és jó idő. De akkor az ORFK-ban felkiáltanak. Ne! Egyetlen ember sem az utakon! Ne! Nem az ORFK-ban, igen, följebb egy kicsit. Ne! A központi költségvetés! Istenem! Borulnak a számok! És rám néz a főnök? Kire néz, Gyuri bács, kire néz? Ő segítse. Tegye egyértelművé, Gyuri bács. Mutass során inkább az egyszer. Az egyik szem. Jaj, de gonosz vagy te, János. De hogy bekapcsolod? De azért hogy el tudtál?
Na nézzük na. Akkor, hogy miről énekel, amit drága Petink, ugye, mert hogy péntek van, ez pedig a dalolás és a vidámság és a kacagás előestéje. A vidámság nemzetközi nap. Tényleg, nincsen vidámság nap. De hát minden péntek van. Legyen az? Minden péntek, vagy egy bizonyos? Nem, itt van ez. Szeptember 5-e a vidámság napja. Jaj, nem, ez tegnap, az csütörtök. Szeptember 6-a a vidámság napja. Az utolsó napos hétvége. Így van, várjál. Nézzük meg, mivel cseréljük le, mi van ma. Biztos ma az informatikusok napja, a rendszergazdák napja, az elhalálozott delfin borjú bébik napja, tehát biztos valami nem túl vidám. Na azért, hogy cseréljük le vidámság napra. Na minden nézzük. Nap már van valamilyen nap. Azt nem mondja, csinálunk egyszerűen, hogy ez ma a semmiről nem szóló nap, nem? Egy nap az enyészeté. De akkor már azt ünneplet, tehát nem jó, mert akkor már szól valamiről. Igen, ez a senkié nap, ne ünnepelj. Na, mi van 6-án? Hát, picit zakariások egy kicsit sírni fognak. Figyelj, ma úgy látom, hogy igazából... Szabad? Nem szentelték semmire. Akkor legyen ez. Jó, legyen ez a vidámság napja. Jó. Nagyon sokan kéritek tőlünk, hogy játsszuk le, és szerintem le tudjuk a múlt heti hogy hívják azt a lány, mindig elfelejtem a nevét. Niki, Szepesi Niki. Szepesi Niki dalt, ugye, mint egy folytatás, persze ennek eleget tudunk tenni, leadjuk. Ugye Szepesi Niki könyvet adott ki, erről énekelt a Peti, majd ennek a könyvnek van folytatás, ezt a Peti a múlt héten megint megénekelte, és ez akkor a sláger lett azóta az interneten, hogy rengetegen akarják ezt újra hallani. Szepesi Niki Reloaded. Igen. Szepesi Niki újra töltve, Szepesi Niki második rész, úgyhogy ezt is megkeressük majd. De most nézzük először a frisseket, hogy miről is énekel Peti. Ugye, hát a kémnek néztek egy magyar golyát Egyiptomban, ezt a hírt mi azt gondolom kiveséztük, áttárgyaltuk. Azt gondolod te, de Peti tud még benne valami mást is. Ha valaki esetleg ma hallgatja először a Morning Show-t, egész reggel nem, vagy egész héten nem hallotta, akkor ugye arról van szó, hogy az egyiptomiak elkaptak egy gólyát, mert azt hitték, hogy a gólya kémkedik, és a GPS-t, ami egy ilyen jeladó a hátán, egy ilyen kémeszköznek, egy fényképezőnek nézték, a gólyát fogdába zárták, konkrétan a rendőrségi fogdába, aztán a magyar hatóságok ezt letárgyalták, a gólyát meggyógyították, kiengedték, és elvitték az Asszuáni gáthoz. Azóta a gólya úgy néz ki, hogy jól van, nem is nagyon akar visszajönni. Erről mi már beszéltünk sokat a héten, meghallgatjuk, Peti mit énekel erről. Fehér smoking, fekete zsebbel, szúros szem és hosszú láb. A fegyver mindig csőrre töltve, felkeleppel, hogyha megtalál. Gólyaszáj egy GPS-szel, gólyaszáj egy raklap gyerekkel, gólyaszáj. Zene zseniális választás. Nagyon szeretem az eredetét. Peti is hallgat minket, ez jó, a következő híre is tőlünk jön. Szellemek garázdálkodnak Tiszabúrán, ugye tegnap erről beszéltünk, majd utána Juli betelefonált és elmondta, hogy az ő házában is van Dezső bácsi, Géza bácsi, Józsi bácsi. Néha elmegy, néha köszön, néha bekapcsolja a tévét. Ugye a megyei lap szerint az esetek még 2 héttel ezelőtt kezdődtek egy családi házban, ahol egy idős asszony lakik, és hát megjelenik, csinál valamit, és nem nagyon akar elmenni, az idős asszonyhoz pedig kiment a rendőrség és intézkedett. Így van, és hát egy külön ügyosztályfelállítását is tervezik, de ez a hír nincs megerősítve. Igen, és az előállítás se sikerült. Igen, Petinek nem tudom egész, hogy hogyan, de eszébe jutott az Indul a Bakterház, és talán érthető módon egyébként valamint a Ghostbusters dal, a kettőt összetéve csinált belőle egy dalocskát, ezt is meghallgatjuk most. Na,
kis asszony. Na ki az, akit írsz? A Kolzbakter. Itt a gatyamadzag, meg a szentölt víz. Na ki az, akit írsz? A Kolzbakter. Kiszírtad melyette a szalonnát? Hasmenés, meg hassikarás. Ennyi volt, ez ilyen rövid volt. Romantikus hangos könyv készült tyúkoknak, hogy jobban toljanak. Egy brit tojásipari cég ugye hangos könyvet dobott a piacra, nem mások, mint a tyúkok, mármint ennek a célközönségei, és nem arról van szó, hogy ugye megtanultak olvasni, arról van szó, hogy a, egész egyszerűen a szöveget, ahogy elmondják nekik, a kutatások szerint ugye az emberi hang egyrészt, hogy nyugtató hatása van a tyúkokra, és így sokkal többet tojnak. És maga a regény egyébként egy kakas és egy tyúk szerelméről szól. Több száz angol farmernek küldték el, remélve, hogy javítja a tojások minőségét. Csak mondom egyébként, hogy Nagy-Britániában ebből a kötetből 2 millió példányt értékesítettek. Na, tehát az igen. Aki megírta, az külgazdag lett ebből. És a társaság reméli, hogy a hangoskönyv sikeres lesz, és már készül a szerelmes történet folytatása. Peti pedig a János Vitéz szárnyas verzióját készítette el a magyar tyúkoknak. A címe Szárnyas Vitéz. Teljesen fáradt. Én nagy reményeket fűzök ez az anyaghoz. Na, meghallgatjuk Peti tolmácsolásában a Szárnyas Vitézt. Tüzesen süt fenn a nyári nap magasba, izzadást hoz reá egy kanos kakasra. Hogyha megtehetné, tollakat cserélne, s tyúk iluskájával egész nap herélne. Kukori Jancsi, mert hogy így hívták a szárnyast, vadul kukorékolt, mert várta a választ. Mikor jössz mántetik? Várlak nagy pálcával! Meghajtlak, s rögtön tojsz tojást egy tálcával! De kijött a házból a gonosz Bözse néni. Takarodjál haza, nem fogsz itt izéni! Nem akarom ingyé, fizetek, nem bánom. Van nekem dugiban gyémánt fékrajcárom. Kotródjál izibe, míg szépen beszélek. Megvárom az éjfélt, azért is belépek. Ki is várta lesben a napnak a végét, s meghajtotta Ilust, mint Szilva a nénét. Másnap világgá ment, sajnálta a tyúkját, vad harci kakasok állták el az útját. Jár velünk Frankhonba, kakas viadalra, töröködje pálunk, s megyünk Frank tyúkcsajra. Kebabot csináltak török kakasokból, Jancsi félkrajcárja eltűnt aljasokból. Azt a kukuriku, köcsök török császár, ha nem adod vissza csípek, fej vagy lábszár. Grillsütőbe vágta, rémült török császárt, hazament s kereste Ilus parasztházát. Blöki kutya rászólt, szerelmed ne keresd, Bözse mama tegnap főzött tyúkhúslevest. Megszakad az uzám, Blöki úr ne mondja, ha nem hiszed, itt van számban a combcsontja. Kukori Jancsi nagy bánata hevébe, beléugrott Iluska főzőlevébe. Baromfi mennyország kapuit kitárta, ott már Iluskája elepedve várta. De Jancsi inkább ráment 40 szűz csibére, mert Frankhomban áttért a török hitére. Jó volt! Én bírom, amikor egy kicsit a prózát helyezi előtérbe, nem? Hát ez már magas művész. Igen, jó, így van. Nagyon-nagyon-nagyon jól értő az elbeszélő költészet. Na, és akkor egy utolsó, egy nagy klasszikus, ami nagy kedvenc lett itt az elmúlt héten, elindult, és hát az internetes közösségekben ugye hát megértő fülekre talált Szepesi Niki folytatásos történet, aminek reméljük lesz majd folytatása. Niki most újra könyvet tervez, ugye? Én nem tudom még miről ír, vagy még van ebben. Hát ezer van még, ezer sztori. Rengeteg ezer új szót tanult. Igen, és hát Peti erős énekelt, ezt most megmutatjuk újra. Megjelent Szepesi újabb könyve, a cím lehetne Niki újra töltve. Nem szeretem én azt az egy hibáját, hogy csak tőlem irigyli a pilóta kekszét. Megint itt van a Szepesi Niki, de amit beszél, az már picit ciki. Arra vágyik ő otthon a kis ágyon, hogy úgy meghajtsák rögtön be is pirosodjon. Az újságírók leírják a dumádat, ha megkapják egy órára a nurgli receptedet. A rádióban én is téged nyomatlak,
Fél tíz múlt pontosan 4 perce. Hello mindenkinek, itt nagyon sokan rágérjedtek még a Szepesi Niki dalra, Polgár Petitől. Ez fönt van majd a morningshow.hu, vagy már fönn is van egyébként, beírjátok kereső Polgár Peti, szerintem kín van. Facebookra is felszoktuk tenni, ott is meg tudjátok hallgatni. Úgyhogy elérhető ez a Peti honlapjár is, ott vannak ezek a dalok, úgyhogy több helyről le tudjátok tölteni, meg tudjátok hallgatni. A morningshow.hu-n is. Egy szíriai hacker támadás miatt most nem megy a morningshow.hu, mint ahogy azt, ami, hát, hogy is mondjam, IT-saink felfedték, megtámadtak minket, mert beszéltünk róluk és a benzináremelésről, tehát a morningshow.hu az most picit megpihent, letérdelt, megfáradt, elesett a csatában, de ha feláll majd újra, akkor akkor le tudjátok tölteni. Csak pihenés kérdés egyébként, ezt tapasztalatban mondom. Feláll az újra. Igen? Neked segített? Sokat kell adni, picit rápihentél, utána így van. Oda csaptál, csődör voltál? Picit elfekszel. Ugye ez egy ginzenz, meg ez ilyen marasságok, hülyeség. Kicsit rápihensz utána. Nem az a lényeg. Olyan vagy, mint egy havasikürt? Nem, nézni kell. Hogy? Havasikürt vagy utána? Havasikürt. Neked havasikürt. Azért nem jó havasikürt, mert az kivelébő. Hát, és a fölfelé áll a vége. Zuhanyoztunk együtt. Olyan az övé? Mi egy vermek sisak van a végén. Így van. Jöttem be a zuhanyzóba, és még mindig jöttem, és még mindig jöttem. Na, jaj, gyerekek, elfáradtam kicsit. Ez itt a Morning Show. 3-4-10 múlt, pontosan 7 perccel fogzás előtt álló bor. Jó, abban meg mi a kihívás, kérdezi egy hallgató. Igen, fogassa, már nehezebb. 4-es út 246-os kilométerénél Éberék mérnek. Ezt Kafi üzeni nekünk, köszönjük szépen. És Neszmély valami csütök között KPMS ellenőrzés van, üzeni Jani. A taksonyi lehajtónál az 51-esen személyautó kamionnal ütközött, ha lehet, kerüljenek az autósok, mert már most nagy a torlódás, üzeni Andi, valamint M19-esen Győr felé KPM hatóság, és ráadásul mérlegelnek is, DR küldte nekünk, hogy is doktor úr, köszönjük. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Látom, nagyon hello. Megy a takarítás. És azt gondoljátok, hogy el tudjátok tüntetni a disznóvágás nyomait. dolgozunk, itt a Feri megbökött egy sertést. Volt anyag, volt szerszám, volt folyt a vér. Még a gesztit is behívtátok, hogy segítsen. Itt most mindenki a vért takarítja, igen. Mi újság, Csabiká, voltál edzeni? Ma reggel voltam futni, kérlek szépen. Jó. Annyira jól esett, nem tudom, Jani, neked vannak olyanok, amikor nem esik annyira jól, aha, és van olyan, amikor viszont... Van neki. Hihetetlen, mint hogyha nem tudok repülnék, tehát nem is a talajon futok, hanem szárnyalok. Ez volt ma reggel. És mindez milyen távon? Ugyanazt a 6 kilométeres távot futom én továbbra is, úgyhogy ezen nem változtatok. És végig, tehát nem az van, hogy egyszer csak belelendülök, vagy az elején még jó az első 100 méteren, és azt... Nem, ez végig. Most egy ilyen időszakon. Tegnap is jól esett, ma is jól esik. Mit kell tennem, hogy ez mindig jól essen, Jani? Taníts! Hát, nem tudom. Ugyanazt fogalmam, kell fogalmas, és nekem nagyon sokszor nem esik jól marhára, de ez általában azért van, mert hogy az ember mellette csinál dolgokat, az nyilván kihatással van, vagy hatással van a futó teljesítményére, és nekem most marhára nem esik jól. Uh-huh. Hát a dolognak mondjuk a pikantéria az, hogy ugye hétvégén vasárnap lesz a Nike félmaraton, és ott azért teljesíteni kell, ott azért össze kell kapnia magát az embernek, de hát most ez van. De mosolyogni fogsz, mert lehet, hogy a Balázs segített azzal, hogy beszólt, hogy nem látott még mosolygós futókat. És most végülösögted. De most azt gondolom, hogy ez igen, nekem nem eshet rosszul. Tehát akkor tényleg miért csinálom, ha ez szar? De ez a teniszezőkre is igaz. Én például nem látom mostanában mosolyogni Rozsé. Nincs, mire? Csak altatunk, gyerekek, altatunk. Jó, jó. Visszacseréltük a régi ütőt. Olyan vagyok, mint egy kezdőszülő, aki többes számban beszél. Nem kakiltunk, nem ettünk, keveset aludtunk. Hidegráz tőle, a hidegráz. Igen, jön a fogunk. Igen, neked is, hát lassan 40 éves vagy. Ugye, de hogy igen, tehát hogy pihenünk, altatunk, nem kakiltunk, ütőt cseréltünk. Jövőre visszatérünk. Jó? Ha. Csak ennyit a Zservédelmében. Jó, szurkolunk. Jövök. Mélyről jövünk vissza, de visszajövünk. Onnan szép. Onnan lesz szép, igen. Szerintem egy Grand Slam még benne van. Oké, hívjuk a naphallgatóját, és aztán szépen lassan búcsúzunk. Hívjuk már is. Csináljátok már valamit, hogy pénteki hangulatom legyen. Mit szeretnél? Mi lökne bele a péntekbe? Ezt nektek kell tudni. Ja. Egy jó disznóvágás.
Morning Show, sziasztok! Hello, jó reggel, szia! Na, ugye ti is csináltatok valamit egy keszthelyi kollégiumban. Mi történt pontosan? Igen, igen. Hát igazából nem mi voltunk, de nagy legenda itt Veszprém környékén, az egyetemisták körében, hogy hát kollégista társak igazából lent keszthelyen, és két kaptak egy dezsővelő malacot a zuhanyzóba. Igazából. De, igen, azt írtad, ugye, hogy az egyetemi koli zuhanyzójában vágták le Dezsőt, a röfid, azóta a koli házi rendjébe bekerült, hogy a zuhanyzóban nincs disznóvágás. Ez így van. Korrekt. Ez nagyon szép. Te vagy a naphallgatója, küldjük neked az ajándékcsomagot. Köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket helyileg? Veszprémben. Oké, köszi, vigyázz magadra, jó hétvégét, ciao. Jó hétvégét, sziasztok. Hello. Csabikám, remek zenéid lesznek ma is? Nem kérdezed meg azonban a receptet, vagy nincs? Dehogy nem, hát ezt váltogatom. Ja, hol a recept, hol a zene, hol a zene, hol a recept. Én szívesen válaszolok először erre a kérdésre. Janicsák Vecát hozom, ha már szó volt arról, hogy kevesen tudtak megmaradni ugye a tehetségkutatókból kikerült emberek közül. Őnek is sikerült, és van egy új dala, aminek a zenéjét a Szűs Norbi írta, a szöveget pedig az apukája, mármint nem a Norbinak, hanem a Vecának, ugye az Iziloboros Janicsák István, és az a címe ennek a dalnak, hogy mennyit adsz a lelkemért. Igen. Mennyit adsz a lelkemért? Jó, Veca nagyon jól énekel. Ajánlom ezt a dalt. Kinek? Nektek, meg mindenkinek. Mindenkinek, aki szereti. Milyen recept? Feri? Egy edényeset csinálunk, az ilyen mosogató takarékos, direkt háziasszonyra tervezve, tehát semmi nem kell hozzá, egy darab edényzet, és egy spanyol csirke lesz majd, azért, mert ott van ez a módszer. Mi van? Semmi, csak mosolyos. Spanyol és csirke, mert éreztem, hogy ebben azért nincs semmi vadas. Hát gondolom, jönnek majd azért. Nem jön semmi, az a lényege a dolognak, hogy a rizsén nagyon jó krémesre fog majd főni. Például az én gyerekeim, ezt múltkor megcsináltam Velencén, nem az enyémek, hanem az összes gyerek ott ült a lábas mellett, és nem lehetett őket elzavarni, annyira bírták a dolgot. Semmi, csirke, rizs, zöldségek, ennyi van benne. Milyen zöldség? Csak nagyon egyszerű. Répa például van benne, egy kis olívabogyót lehet beledobni a spanyol miatt, ha van otthon, de ha nincs, akkor kihagyod. Ennyi és a dolog. Nagyon fontos, hogy bükkfaparázson kell az egyet. Nem kell bükkfaparázson, szépen fölteszed a gáztűzhelyre, vagy a villanytűzhelyre. Van speciális spanyol fűszer. Olé, azt kell mondani a végén, és akkor meg vagy ezzel a dologgal. De mondom, ez a lényege az ügynek, hogy egy edény, semmi nem kell hozzá, nem fogsz mosogatni sokat, nagyon gyorsan elkészíted, és marha finom. Jó, azért ne hagyd, hogy kiöljük belőled azt a kis turpisságot, ami benne volt. Máshol egy baszmati rizs, meg semmi, csak egy sima, hétköznapi kis, mindenki által kapható közhelyes. Igen, egy bér is, vagy egy ár is, amit találsz. Ne hagyd, hogy kiöljük belőled az igazit. Nekem majd kiélem máshol a dolgokat. Most a kis saját Facebookonra fölraktam egy mentás őszi barackos tortácskát, de jó, van, nem azért hozom be nektek ide, hát ennyi. Egy jó joghurt torta, úgyhogy kész, azt meg lehet ott nézni. Kiöltük, kész. Megöltük a szellemiséget. Ezt a virtuózítást, ezt a vállalkozó kedve. Megvan másút, mondom, ide hozom a kis visszafogottakat, hogy örüljetek, boldogak legyetek. Egyszerű recept az egyszerű embereknek. Nem, mert a hallgatóink azok tudnak főzni, tehát ők jó. De nem is ők szólnak be neked, hanem a Balázs. Mi voltunk azok, akik indicikeltek. És akkor Laci már föltett ezt a mi Facebookunkra. Tehát a Morning Show-s Facebookon ott van. Jó. Hétvégén. Futsz, fotózkodsz. Így van. Aki akar hozzánk csatlakozni egy fotó erejéig, az 8 óra 30-kor megteheti. A sárgalombú fa alatt egyébként a Fuss Budapest félirat alatt ott lesz Sterczer Hilda, Erő Zsolt felesége, Zsolt gyermekei, Snow Andrea futórtársam és én is, mert mi ezt a futást Zsolt emlékének ajánljuk, és egy kicsit felvezetjük egy későbbiekben majd megszülető alapítványnak az eljövetelét, ezt a Ópár utc alapítvány lesz, ami sziklamászokat fog majd nevelni a jövőnek. Ezt körülbelül ezt a sárgalombúfát hol keressük? Tehát, szerintem mi sehol felé. Mondjuk Velencén leszek, ott van sárgalombú. Ez nem éri, nem éri. Engedd el. Honnan indul a növény határozó. Honnan indul a futás? A Google-ben, a képek rovatban, ott megtaláljuk, Feri. Városliget. Na, ezt akartam tudni. A sárgalombúfát. Mert miért érdekel? Mert oda mész? Nem. Elkezd? Nem. Nem tudok menni, mert másút leszek, de hogy aki akar, érted? 8.30, Fuss Budapest, felirat, sárgalombú falat, sárgalombú. Jó van, Csabi, a kívánság műsorról 555-55-00, itt tudtok dalt kérni tőle, mi pedig jövünk hétfőn. Jó hétvégét, szevasztok! Sziasztok! Ciao.